uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 6 óra után vagyunk 11 perccel, jó régen voltunk már, de most újra élőben. Hello Feri, hello! Drága hallgatók, itt vagyunk. Na, itt vagyunk végre élőben, 2014. január 12-dik. Csak nem vettük ki a dátumot a megszólalásból, ami lebuktat bennünket. Na hát jó régen nem találkoztunk. Kettő és fél hét. Nem is számoltam ki. És szerintem nem is hiányoztunk, ugye? Aha. Na mondd, hát mindenki jól el volt. De mindenki jól el volt szerintem. El voltunk. Hát azért olyan sok időt töltünk mi együtt egész évben, hogy szerintem egyrészt jár nekünk, másrészt pedig most ilyenkor szerintem bocsánatos bűn, hogyha nem csörgünk rá a másikra, nem küldözgetünk SMS-eket, például a kékestetőr. Igen, várod kaptál. Persze. Fölmentek, aztán ugye a különböző lejtők, a kékestető különböző lejtő és sípályai azért elég sokszor szóba kerülnek itt a műsorban, el szoktam mondani, hogy a webcamen mit látok, ha már éppen nem keveredek oda föl, nagyon szeretem azt a környéket, akkor legalább mondom, hogy mi van ott éppen, milyen a helyzet a hó tekintetében. És Balázsék, amikor fönn voltak most legutóbb, ünnepek közepén, akkor küldött nekem képeket, kis MMS-ként. Mondom, mit akar ez? Nem hiszel, hogy még itt se hagy. És le ezt látom, hogy látod, nem gondolatlan. De jó volt, nem zaklatlan sokáig, csak néhány képet elküldtem. Ott voltunk a két ünnep között. Hát hó még akkor sajnos nem volt. Ott pihentünk kicsit, nagyon szép volt, és akkor gondoltam, hogy déli lejtő, északi lejtő. Ilyen ütközések voltak, mert én múlt héten csütörtökön megyek Sárvárra, én mondjuk melózni voltam, belépek a szállodába, ahol a rendezvény volt, a következő kérdés az, hogy holnap jön a Jani? Hát mondom, miért jönne a Jani? Mert hogy tegnap a Balázs volt itt. Igen. Óriási. Aztán délelőtt mentem el, amikor te este jöttél. Igen. Bocsánatot kértek egyébként tőled a fiúk. Hogy? Ez egy olyan rende, elmondhatjuk, nagyon persze. Sokat dolgoztunk velük együtt, a Stíl tartotta ott az a rendes éves rendezvényét, ugye ők szokták a kis turnéinkat szponzorálni, jönnek játékokkal, és ott vannak, és hát Balázsék ott pihentek, én csak ennyit tudok a történetről, hogy állítólag a Stíles fiúk nagyon picit ittasan, de tényleg csak én, mikor így óvatosan... Diszkréten ittasan. Aha, meglátták a szaunában a fiatal ember, és Balázs! Mere ide, hadd ölelek meg! Tudod, én vagyok a Stíles fiú. Igen, ez a forró vízben történt pont ráadásul, igen, este 3-4-10-kor mondottam, kibélyek a Vikivel kicsit, még már úgyis csak ketten vagyunk. Nagyon rövid. Nem ismersz meg. Hát mondom, nem. Sötét is van, mondom, mesztelen is vagy, majdnem mondom, így azért kicsit nehezebb, ha öltőn lenne rajtad, lehet, hogy jobban beazorsítanál. Igen, ő ott volt. Nagyon röhögtem. Uh-huh. Tőlük megtudtad, hogy a Ferék másnap jönnek, felszaladtál a szabályos, ott a Vikinek, csalagoljunk, hidulunk. Ne, azt már a lányoktól tudtam meg másnap, és akkor mondták, hogy este jössz, mert ott van egy ilyen kis... Ott. Volt egy kis mellszerkezet is, az is minden volt. Mondták, hogy este jössz, nem tudják, hogy maradsz-e, vagy nem, de hogy este jössz, és én addigra már mentem, tehát nem. Elkerültük egymást, de akkor mindenki így összeért egy kicsit az ünnepek alatt. Igen. Hát ez volt a legszorosabb kontakt. Igen. Egyébként igen. De jó volt, én azért meg tudtam szokni ezt a nem korán kelés. Szóval azért valahogy az ember hozzá szokik, és abból látom, hogy öregszem, hogy éveken keresztül, amikor nem kellett korán kelni, akkor is egyébként mindig fölkeltem ilyen 5-40-kor. És most már semmi. Nem. Tehát olyan vidáman, amíg a gyerek hagyott bennünket 8-ig, 8:30-ig simán, óvodába vittem a gyereket. Tehát, olyan jó dolgokat csináltam reggel, és kifejezetten élveztem. Most megint vissza kell alakítanunk mindent a régi kerékvágásba. Hát én ilyenkor már, mondjuk 2 nappal ezelőtt már javában aludtam legalább 2 órája. Tehát, hogy 4-ig fent voltál. 2 héten keresztül gyakorlatilag én csak sorozat? 3-4-kor feküdtem le aludni. 1 órával előtt, vagy 2 órával előtt, hogy Móni kelt volna. Enkész vagyok, tehát ebből a szempontból. Tehát, hogy én mindent igyekeztem bepótolni a 2 hét alatt, amit kihagytam. Vannak jók? Én most leestem erről. Vannak. Hát, ami, ugye, nagyon sokszor mondtad a belső ellenséget, hogy ezt azért jó lenne már, hogy hívják valamilyen szinten mondjuk így betárazni, megnéztem belőle 2 évadot, aztán rájöttem, hogy a 3. évad már unom egy picit, hogy a Carrie annyira bipoláris, hogy minden elsírja magát, és akkor mondtam, hogy jó van, akkor ezt most hagyjuk egy picit. Most a Ray Donovannek a 3. évadon nagyon jól kezdődött, úgyhogy annak nagyon örülök, de mindenre beszélünk most sorozatokról, mert beszélünk róla eleget majd egész évben. De mondom, azért pótoltam rendesen. Pótoltál? Aha, igen, rendes most vissza voltam. Kell állnom az abra, mert hogy most izén voltam tortilla chips diétán, voltam 2 héten keresztül. Ja, mert ha film, akkor igen, az kell, mi? Hát persze. És hát az az édességmennyiség, mondjuk amúgy is tolunk, de hogy
Én vagy zabáltam, vagy filmet néztem, vagy mondjuk sportoltam. Tehát ez a három dolog. Nem nyitottam ki egyetlen portált sem, tehát nem mentem fel az internetre, nem néztem meg se Origót, se Indexet, se Kurucinfot. Há, biztos. Nyilván akartam egy felütést. Mindig azzal kezdtem. Persze. Tehát, hogy így semmit. Egyszerűen nem voltam hajlandó. Még híradót sem néztem, komolyan mondom, hogy kell. Tehát, hogy annyira kell az embernek, hogy két hétnek először kicsit kitisztítsa az agyából. Igen. Jó, azért beszélem kell, hogy egyszer-kétszer azért fel tudtam magam idegesíteni, és vitatkoztam a híradóval. Igen, nekem is a kezemben van a telefonom, tehát bármennyi is az ember le akarja tenni, meg mással foglalkozni, valahogy azért ezek a dolgok, ezek mindig eljutnak. Volt mind idegeskedni. Így van. Mindig van. Azt szólt meg, hogy közbeszerzés már abban a pillanatban. Na, hát igen, szóval jó volt. Kérdezi Márk, gyorsan már egy az erejű, hogy a Hunadalt láttuk-e a Frisbee-ben? Valószínűleg szilveszterre gondol, igen, írj egy szilveszterkor. Én nem láttam, én nem tévéztem szilveszterkor. Hát pedig volt sas maraton, csak volt sas maraton, meg gyerekek, anyám megdicsérte a televízió műsort, tehát 70 pluszban azt mondta a mama, hogy ő leült este 6 körül a mit tévé nézett? Elé, azt odáig nem jutottunk el. Nem, ez nem a karácsony, ez a szilveszteri program, én szerintem belekóstolt a saskabaréba, tehát 70 hát 50 pluszban, 50 pluszban a saskabaré agyonver mindenkit, nem tudom, hogy az ATV vagy hol van, de hogy kimagasló a nézettsége egyébként. Azért decemberi nézettségek. Top 20-ba, mind a három reszkesedek betűnő. Nem mondod. De hát több mint egy millió. Én nem hittem el. Több mint egy millióan nézték. Tehát igény van rá, akkor csak én vagyok ilyen hülye, hogy ellene kampányoltam. Nem csak. Vagyunk még egy páran, de kicsi a szavunk. De szerették. Igen. Szerették. Na minden esetre a Hunadal az ott volt. Igen. Az ott volt bent. Még nincs meg az 500 ezeres nézettségünk egyébként. De közelítünk? A YouTube-on, de már 450 ezer fölött vagyunk, úgyhogy nagyon örülnénk neki, hogy ez egy picit így az év első hónapján ünnepék, már azzal egy picit feljebb tornászok, jó? Mert közben azért vannak nagy diadalmenetek a YouTube-on, a magyar vonatkozásban is, de még a Hunadal nem ért el az 500 ezeret. Meg lesz nem sokára. Egy kis tenisz, évelei tenisz? Nem vagyok. Nem? Ja, Star Wars, megnézted? Megnéztem. Na. Hát azt a szart, ne haragudjatok, én is megnéztem. Hát ezt a... Erőszakat használsz, ombre? Kikérem magamnak. Hát gyerekek, hogy lehet gonosznak azt a beesetválú ropi gyereket azzal a fejjel? Hát hogy? Az igaz. Hogy olyan lehet? Magyar hanggal. Hát olyan magyar hanggal. De rossz volt a magyar hát hangja. Hogy lehet? Érted? Ott, na. Én nem erre voltam dühös. Kikérem magamnak a lopott sztorit, érted? Hogy nem sikerült egy karcolatnyi újat belehozni a dologba, hogy ugyanúgy van ez, hogy a testvérem lányának, a fiának a húga, és akkor a jó az apád, akkor te gonosz leszel, ezt már láttuk egyszer, ha jól emlékszem. Ugyanez volt a dolog, volt benne az aranyos kis guruló robot, azzal nem csináltak sem. Na, ez a film, hát elvártatok, tényleg. Az valóban durva, nekem nagyon tetszett, én imádtam. De mert nagyon sok nosztalgikus élmény volt benne. De az valóban durva volt, hogy semmi olyan újat nem tettem. Tehát ez egy csillagok háborúja volt. Elrejtünk egy információt egy droidban. Az a droid elkerül valakit. Megtalálják, majd jönnek a felkelők, akiknek a végén fel kell robbantani azt a bolygót, hogy és közben be kell repülni egy alagútba, mint Luke, amikor... Két részből is, ugye? Igen, majd utána kiderül, hogy most én nem akarok spoilerezni, mert szerintem még talán még mindig néhányan nem látták, tehát úgy beszélek. Már egy millióan túl vannak rajta, ami igen. Hihetetlen. Itthon egy millióan nézték a moziba. Most már beszéltünk róla, mert aki január 11-én nem nézte meg a Star Wars-t úgy, hogy december 22-e óta játszák, már nem haragudjon arra, hogy spoilerezzük, mert az már nem akarta megnézni. Szóval az tényleg a torrentre vár. Igen, az halkítsa le a rádiót, mert fogunk olyan részeket mondani, mert spoilerezünk. És akkor a nagy bevallás, ugye, és itt kell halkítani a rádiót, még adok egy kis időt, mert most már beszéltünk róla, hogy kiderül, hogy a rossz, ugye? Mondjuk? Nem. De most halk a rádiójuk. Hát de most már lehalkítottak. De akkor most halkítsátok. Most halkítsátok vissza, és most mondom. Na mindegy, szóval azt nem lövöm el, jó, az kegyetlenség. Ezt lőtte el a Kárász? Igen. Ezt lőtte? Szerintem igen. Ez volt az. Na és akkor kiderül ott a hídon, hogy valakinek a valaki a valaki. Na, hát a híd is. Hát kikérem magamnak. Hát emlékeztek még Darth Vader és Luke Skywalker csatáig. Az a birodalom visszavágva majd. És akkor most ebben meg ugyanaz. Szóval ez J.J. Abrams hídon tudnak kardozni? J.J. Abrams tudatosan csinálták ezt így. Valaki, te vagy az apám. Igen, valaki. Én vagyok valakinek az apja. Valaki. Tudatosan csinálták így. Egyébként azt nem értem, miért lőtték el előtte.
mert ugye az nem a hídon derül ki, hanem előtte igen. A két szülő beszélget, és ott már ezt csak elmondják, hogy a mi fiunk, azt miért kellett ellőni, miért nem hagyták az utat, azt nem is értem. Na minden, de ugyanakkor én szájtátva néztem. Tehát, hogy ugyanakkor, ha ezeket így mellé teszed, és az utalások, és a nosztalgikus élmények, és minden, ami benne volt, egy klasszikus Csillagok háború egyébként. Nagyon. Mindenféle Lukaszos nagy CGI, meg számítógép. Birodalmi lépegető roncsai egy sivatagos bolygón, érted, a lezuhant csillagromboló, amiben kergetőznek, az, hogy roncsvadász, hát ez a roncsvadász sztori nekem marhára bejött, hogy valószínűleg már irgalmatlan ideje ott hever az a roncs, folyamatosan fosztogatják, szedik ki belőle a részeket, aztán viszik el egy ilyen kicsit ilyen Mos Eisley feeling, ilyen kis városkában, mindenféle kétes arc közé, még a kocsma is tele volt ugye mindenféle ilyen elképesztő fazonokkal, nagyon jó volt, tehát látványra szerintem zseniális volt, jó volt. És az mondjuk nekem tetszett, hogy nem olyan volt, mint az első három látvány, tehát nem ez a digitális na, azt mondom, hogy nem volt ilyen se, hanem úgy, az szörnyű volt. Az első három az. Tehát ez látszik, ahogy mondtam, tényleg írtam is, hogy ezt Csillagok háború rajongók csinálták Csillagok háború rajongóknak. Ez látszik, tehát ez egy nagy tisztelgés. Minden megkaptál, amit szerettél a 4-5-6-ban. Nem az 1-2-3, hanem ezt utálom, gyűlölöm. De, az, mi lesz, az... de mi lesz a 8-ban? Tehát, mert, hogy, ott mert, van, hogy most újat kell csinálni. Igen, tehát ott kell nagyon az új sztori, mert itt nem volt semmi, ráncfelavarás volt, de nagyon-nagyon jó minőségben. Hát és mindent visz. Tehát, hogy olyan szinten legyalult mindent, tehát az Avatart is elküldte. Mindenkit felelős homályába bevétel. Volt egy-két baki benne, igen, tehát régen írja Zsú, és jól írja, hogy a Jedi kardot csak az használhatta, akinek erre ereje volt. Most már itt anyátlan, apátlan megfogja vizé. Ja, tényleg az átállt rohamosztagos, úgy vív vele, érted, tehát, hogy így van egy-két ilyen fura dolog bennem, de a rossznak a hangja, a magyar hangja, hát azt kikértem magamnak. Hát az... Én már az arcot is. Tehát ahogy levette, már akkor is gyanús volt, mert... Értem, olyan volt, hogy egy Justin Bieber rajongó. Na, de egyébként valószínűleg azért tették bele, hogy a mai fiataloknak ez bejöjjön. De emlékeztek, amikor először megérkezett Darth Vader? Hát az egy hapsi volt, egy férfi ilyen vállakkal, és... Igen. Nem? Hát ilyen ehhez hangra. Képest ő gyenge. Hát most képest neki nem volt bronchitisze. Igen, bejön ez a... Nehogy kivetetjük. Bejön ez a válnéküli gyerek. Hát te indítsz. Nem volt jó, és a hangja se volt jó. Engem a mellékszálak érdekelnek. Szerintem örülnék például egy olyan websorozatnak, ami arról szólna, hogy például Darth Vadernek az összeégett sisakját kihozta el az Endorról. Mert hogy ugye ebben szerepel az összeégett sisak. És én befejezem, igen, amit te elkezdtél. Nekem kell egy olyan sorozat, amiben mutatják azt, hogy mi történt azon az ünnepség, vagy az ünnepség után, ahol ugye elégették Darth Vadert egy mágián, ugye ez a Jedi visszatérnek a végén volt, az Endor bolygón, hogy kik mentek el érte és hozták. De nem is az Endorra kellett, hogy elmenjen, mert a Luke még a felrobbantott csillagon leveszi az apjáról a maszkot. Leveszi és elrak, és ott látod az arcát utána, hogy menne, ő, és akkor ő vitte, ott a csávó el. Az Endoron, amikor mágiát raktuk, és rajta van azt is, igen, tehát hogy úgy egy az egybe égették el, tehát nem úgy, hogy nincs el, rajta van. Mindenki úgy rajta, így van. És akkor, de ki ment érte? Ki hozta el? Kinek jutott ez akkor az eszébe? Kinyúlt a tűzbe. Uh-huh, így van. Ugye? Hogy a kiégett maszkot kivegyem. Na mindegy, de jó volt. Mi barátokkal mentünk, 8-an. Rendetlenkedtetek, gondolom. De rendetlenkedtünk. Hát, sajnáltam az előttünk ülőket. Nem miattam, hanem eljött velem a Viki, és még egy barátunknak a felesége. És hát ők nem annyira vágják a Star Wars-t. Kérdezgettek, mi? Igen. És én vártam, hogy mikor jön a Alien. Arrébb ültek tőlem, mert én a fiúkkal ültem, és a Viki ült mellettem kettővel, és előttem már vártam, hogy mikor állnak föl, és ülnek át. Ők szerintem még aznap este mentek egy másik mozéjét venni. Ő kicsoda? Ő miért tudja így mozgatni akar? Mi? Ilyet vettem a gyereknek. Hát ez ilyen van a gyereknek is. Figyelj! Akkor egy főnyeremény volt. Imádkoztam, hogy valaki olyan üljön mögöttük, aki csendben van. Én letagadtam. Én mondom, nem fogom meg a kezed kifelé. Figyelj, mi bementünk, vagy... évmozia, tudod, mindenre bekészülünk, tényleg feltankoltunk mindennel, piával, ropogtatni való, stb. Beültünk, kiül előttem, kiír egy 90-es, le kellett mennem, keresnem kellett magamnak elő egy helyet, mondom, én ezt így nem fogom végignézni. A vászonnak a felét kitakarták a fejükkel. Úgyhogy lementem és külön néztem meg. Egyedül. Tényleg? Na, ha persze, hát mondom. Elültél? Hát simán. Volt hely, hál' Istennek, és mondom, hát én így nem fogom végignézni. Mondtad neki, cseréljetek helyet, és akkor egy sort veszítesz te, ők meg egyet még nyernek is. Mónikával előrébb ültetek volna. Ez biztos lett volna egy-két szava mögöttem ülőknek. Mondjuk igen, de te már látsz. Úgyhogy, de nem volt rossz. Tehát, sőt, egyáltalán nagyon kellemes kis sztori volt, kellemes kis látnivaló volt, tényleg.
Na, és ha már film, azért az nagy dolog, most olvasom reggel, azt tudtam, hogy jelöl, de hogy Golden Globot nyert ugye a Saul fia, hát ez óriási ez dolog. Ez a történelem, a film történelem. Nem volt, ez óriási dolog. Nem volt még. Nem. Nem volt így van, és nem sokára kihirdetik az Oscar díj jelölteket is. Hát ez nagy közhely, hogy az előszoba, de aztán csomó cikkbe bizonyítja, hogy rohadtul nem az előszobája a Golden Globe az Oscarnak, majd nagyon ritkán nyer egyforma a Golden Globe-on és az Oscaron is, de ez egy nagyon nagy dolog, a Saul fia Golden Globot nyert, ugye vasárnap hajnalban egy csomó más nyertes persze, mellett hát is. Hát egy picit azért elhomályosítja a Saul fiának hatalmas sikerét az, hogy Sylvester Stallone is nyert. Oh, remélem játsszák a magyar mozikban. Remélem játsszák. A Creedért. Tök jó egyébként, hogy a Rocky Story pörgeti a csávó már x éve, és még mindig ki tud belőle. Ez most valakinek valami. A fiának az apját edzi, Apollo és a nagyapja. Apollo Creednek a fiát. Apollo Creed volt ugye az egyik nagy ellenfele, és az ő fiát edzi. Hihetetlen, hogy már az Apollo sincs, már a fia is megöregszik, uh-huh. De az öreg még mindig ott nem, van, még mindig edz valakit egyébként. De mire arcjátékra kapta a... Állítólag Stallone a legjobb alakítás. Nem, már. De hát nem mozog az arc a gyerekek. Nem? Annyira szép, lehet, hogy kikapták a botoxot, és most igen, engedték. Mert lehet, hogy beleírtak a forgatókönyvbe az agyvérzést. Igen. És akkor azt viszont, hogy jó, most. Na, megkapta DiCaprio is, én neki nagyon drukkolok az Oscar miatt, nagyon várom a Gonzáleznek a filmjét most, ugye? Ez zseniális lesz, úgyhogy érdekes. A világ legnagyobb igazságtalansága lett volna, ha megint nem nyer. Illetve hát, hogy megvárjuk az Oscart, mert én azért nagyon szurkolok még, az Oscar is összejön. Utóbbi négy filmjéért bármelyikért megkaphatta volna egyébként. Volt itt Farkasant, az Jézus Mária, de jó. De állítólag ez az Inarritu film is nagyon, nagyon jó. Úgyhogy megnézzük, arra kíváncsi. Most lesz egy csomó jó film egyébként a moziban. Tarantinónak is van bent, nem láttam még a Tarantino filmet. Jön a DiCaprio-nak egy filmje, úgyhogy a Tarantino lesznek... filmet, amit már sikerült valakinek feltölteni az internetre, állítólag olyan belső körből került ki, valamelyik ilyen filmes nagykutya, magyar volt? Kiderült, hogy magyar. Igen, de nagyon jó. Nagy. Meg a Star Wars-t is. Lehetünk. A Star Wars-t is, hogy nem tudom, hogy kiderült, hogy valami magyar föltöltötte. Sehol senki az egész világon nem töltötte föl, és megint valami magyar föltöltötte. Én azt gondolom zseniális. Egyébként, hogy aki ebben a stádiumában fogja a filmjét valakinek is feltölti az internet, még mielőtt ugye a premier bekövetkezik, az nem szereti azt a rendezőt. Nem szereti ezeket a színészeket, nem szereti, óriási károkat okozott vele. Hihetetlen nagy károkat. De ez egyébként szórakoztató, hogy mindig magyar. Tehát, hogy már eleve késve kapjuk meg a filmeket. Tehát hoztak egy döntést egy éve, hogy a premierekhez képest sokszor egy picit később, most mondjuk a Star Wars-t engedték, de hogy a legtöbb film éveken keresztül most pár nappal később ér el hozzá. Tehát egy csomó világpremiér ugye csúszik, hogy ne tudják föltenni. Erre megint valami így magyar felteszik. De most az lesz, hogy nem engednek oda filmhez magyart dolgozni. Nem jön be. Igen. Vagy soha nem jön be. Vagy soha nem nézzük meg. És ki van most legközelebb a tűzhöz? Ki lehetett az a magyar? Nemes Jeles László. És kiderül, töltöttem volna fel. Kiderül le. Igen. Na megkérdezzük majd őket. Egyébként, mert hogy beszélünk a producerrel is, még a mai adásra megpróbáljuk elkapni. Hát ott most nagy parti van. Ugye Los Angelesben. Bizony. Ott most még, hát olyan jó, évfél van, egy óra van, fél kettő van, úgyhogy ott még nagy Golden Globe after party van. Bizony. Ott ölelgeti Helen Mirren. Ott a Stallone. Ott kapta meg. Ray Donovan is ott van. Milyen alacsony a Stallone? Lady Gaga. Jóból keveset. Nem, ők ülnek. Ja? Na, a Gaga most egész normális rá vett föl. Oh. Hát a műsorvezető mindenkinek beszélt. Mindenkit osztott. Nagyon, nagyon, nagyon keményen. Na jól van. Oké, drága hallgatók, hát hogy is mondjam, kezdjük el ezt az évet, ezt a hetet, méghozzá egy jó kis játékra való jelentkezése, mert ez a dolog nem változik. Gyorsan egy hét SMS még előtte mit írnak a hallgatóink. Százhalombattán a pálya melletti körforgalom közepén egy autó pihen, torlódunk, a bámészkodók miatt suhant, kérdezte tőlünk. Gyerekek, honnan jöttek fel vissza a szitek? Elvileg a nagyúr és a tanítvány is kihalt, akkor a spontán szitté válás az hogy lehetett? Ezt Till kérdezi. Hát egy csomó minden meg lehet. Persze. Hát a mostani főgondosról ugye még nem tudunk semmit, csak azt, hogy hologramként rohadt nagy. Igen, és aztán lehet, hogy az a vége, hogy kinyílik egy ajtót és bejön valaki 130 centivel. Igen, és egyáltalán inkább egy gyűrűk ura karakteres. Sélesztek a testőre. Igen. Azt mondja, hogy szívből gratulálok a Saul fiának, miénk a Golden Globe, megérdemeltük, remek, írja nekünk Tomi. Köszönjük szépen. Boldog új évet, fiúk, tudom, nem kívánságműsor, de De minek kellett visszajönni? A százhalombattára tervezett gumiégetővel tudtok-e foglalkozni? Hát, lehet, hogy majd foglalkozunk vele. Azt mondja, hogy Bali, mit szólsz ahhoz, hogy egyre rövidebbek az éjszakák? Hát ez egy szóval, vagy két szóval tudom elmondani. Jön a nyár. Felháborító. Jön a nyár. Gyerekek, jön a nyár.
Aha. Hát rövidülnek az éjszakák, hosszabbodnak a nappalok. Már egyébként érzed, hogy nem is 4-4-5-kor van világos, vagy sötét, hanem ilyen 3-4-5 így már lehet húzni. Úgyhogy néhány másodperc is itt a nyár. Bizony. De fél a pozitív oldalakodás. De legalább telünk volt. Én nagyon örülök neki. Hát, két nap olyan volt nálunk, amikor esett a hó, és volt, le tudtam hozni a padlásra a szánkot, és a keresztlányom is húzattad magad a lányoddal. Igen, és elhúzattam magad virággal a kocsmáig. Igen, én pont Sárváron voltam, szakadó hóban, gyönyörű, gyönyörű volt. Na, Ákostól meghallgatjuk a legfrissebb híreket, minden rendben, Ákos? Minden rendben, annyira szemtelenek vagytok, és nem bírom túltenni magam ezen. Na, hogy? Miért? Mondja, hogy boldog új évet, 11-e van. Igen, erre nincs jobb. Balina kinőtt a haja közben. Közben egyébként igen, lassan tényleg, vissza kell vágnom. Hallottam, te üzemben voltál azért a múlt héten is. Én 2 vagy 3 napot pihentem eddig. Az nem sok. Úgyhogy... Na nem. Jó, de hát ki ülhetne ide erre a helyre? Hát, ki más, mint te, érted? Igen. 11 nap alatt 3 napot ide pihentél? Hát, végül is nem olyan rossz. Valahogy elosztott. Plusz a hétvégig. Nekünk jót tett. Na, Ákostól meghallgatjuk a legfrissebb híreket, lehet jelentkezni játékra. Ha játszanátok velünk, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 10 perc van pontosan, 7 óra, hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk. Hát az zenék úgy látom nem nagyon változtak ugyanaz új évben, ugyanaz a jó kis zene, mint minden reggel. Egyébként azt mondja, hogy srácok, welcome back, out info, hogy az Árpád híd Budai híd főjénél nem működnek a forgalom irányító lámpák, tuti nagy dugó lesz, ezt Kata küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán nagyon csúsztak az utak Veszprémben, valamint mérnek a rendőrök a Sárvár felől érkezőket tokorcson vagy tökörcsön, nem tudom. Ez ékezet nélkül jött. Sárvár felől érkezőket tökörcs, tokorcs? Nem, nekem ez nincs meg. A legván Hihu 33 ére nekünk bujék hiányoztatok, de jó még így január 11-én bujék SMS-eket olvasni. Viszont nem tudom, hogy voltatok vele, nem jött egyetlen száncsengő, szájjon, se angyal. Pedig tudod, kitől vártam? Tőlem. Tőlem. Ezt én azonnal tovább küldtem volna. Mert minden évben az van, hogy megbeszéljük, hogy gyerekek, nincs izé nyálas csöpögés, 24-e este, pitty, sebestjén már. De úgy, hogy nem írom át alul a nevet sem. Tehát rendesen, ahogy kapom, azonnal tovább küldek. A Kovács család. Igen, egy darab nem jött. Hogy szálljon angyalka már kicsit elbizonytalanodtam, hogy mi van? Hát azért... Már nem szeretnek. Már senki? Vagy már ennyire kimentem a divatból, hogy már senkinek nem jutok eszébe, mert egy-két boldog karácsony, még egy-két bujék jött. Hál' Isten, abból se túl sok, mert az ember mindig kényszeredetten válaszol, ugye? Majd rájössz néhány napul, hogy úristen, 3 embert kihagytál, és akkor indokolva arra válaszolsz. De ez a szájon az angyalka, nem. És hópihelsik, és egy darab egy nem darab, jött. Ezek kimentek a divatból valószínűleg, senkitől, nem? Senkitől nem jött. Na és vettetek valami jó kis páncersreket, vagy SS-20-ast, vagy Skad rakétát szilveszterre? Volt. Valami? Hogy? Persze, lőttünk. Lőttünk, ravasszal megvártuk fél egyig, míg mindenki elcsendesedik, és rendeztük az erőviszonyokat. Tehát a környékünk 11-től 3-1-ig. Én fel is raktam az Instára egy kis videót, nálunk valaki 21 óra 45-kor vagy fél 9-kor belekezdett. Aha, nem bírta tovább. És feltépte, feltépte az izét. És azt mondta, hogy nem. 19 óra 25-kor. 19 óra 25-kor írtam, hogy ő bekezdett. Fia, ahol kisgyerek van, és nem bírja, már álmosat föl kell lőni. Ott nincs mese, ott nem várod meg az éjfélt. Ott nincs várakozás. Igen, nálunk valaki azt mondta, hogy na jó, éjfél ide-oda, fél 8-kor elindította. Olyan tűzi játékot csinált, hogy megőrültünk. Viszont mi fél egykor, mikor már mindenki nyugovóra tért volna, és vége volt a kuroktatásnak, rendeztük az erőviszonyokat. De irányoztatok, vagy csak az égnek? Nem, gyerekek voltak, nem, több gyerek is. Igen. Vége van már azoknak az időknek, amikor ezeket így vízszintesen lőttük egymásra 20 méter távolságból, már nem. Már régi szabályosan meggyújtod, arrébb rohansz, kicsit félsz, tudod. Tehát már öregszünk tényleg, fölfelé lőttük szabályosan, ahogy kell. Már semmi nem a régi, mi? Semmi nem a régi, igen. Náluk sikerült, a szomszéd Robi bácsi, picit már megittuk, amit meg kellett, és ő mondta, hogy szeretne, ő még sose gyújtott ilyet, mondom, Robi, letesszük, egyik izé kanóc meggyújtva, és fölemelte, meggyújtotta, letette, csak éppen fordítva. És az első ugye kijött, az fölborította, és onnantól kezdve üvöltve menekült mindenki, mert így a tömegbe izé. Robi! Hát azt csináltam, amit mondtál. Igen, csak fordítva. Jó. Ezt meg kell tanulni, hogy melyik végig gyűjtött, hogy gyűjtött. Hát ez a kezdők magabiztossága. Én is lőttem így már föl, hogy a rakétának az iránya befelé, a befőtös üveg irányába nézett, és a hurkapálca nézett abba az irányba, amelyre kellett volna a fejére, vagy a fölnyásolt két gyereket.
Igen, pedig nem bonyolult, hogy a hurkapálcát szúrod. Nem, de hát nem. Az ember elsőre nem biztos, meg hogy... Meg ott igen, nem biztos, hogy jó gyújt ez. Na jó, megnézzük, hogy ki az év első játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok, Zsolt vagyok. Zsolt, ja. Hello Zsolt, honnan hívtál minket? Én szegedi vagyok, de éppen fent vagyok Budapesten. Fent vagy Budapesten, mit csinálsz itt nálunk? Gépkocsi vezető vagyok, Ferihegyi reptérre hoztam utast, és aztán nem sokára egy 45 perc múlva viszek vissza egyet. Ugyanazt? Nem, másikat. Megvárod, hogy a legkési repülő. Megvárod, hogy legkési, ha legkési, vissza is viszed. Ha nem, akkor valaki más. Kivel játszanám? Janival. Janival kezdjük. Na, az évet. Jól van. Kezdjük, legyen így. Indítjuk az órát, jó? Oké. Okay. És hát megnézzük, hogy mire mentek egymással. 3-2-1, tessék. Hivatásos gépkocsi vezető vagy, ugye? Így igaz. Mióta foglalkozol ezzel a szakmával? Most már lassan 15 éve. 15 éve? Ezzel. Így van. Ebben volt minden. Kamionvezetés, személyautó, mikrobusz. És most külföldön, belföldön, Angliában. Most éppen ez egy normális személyautó, mivel csak kettő utasom volt. Idefelé. Haverokat hoztál fel a testre? Haverokat tilos szállítani. Ja, akkor munkatársak voltak. Tiltja a szabályzat. Munkatársakat hoztál? Munkatársaim, ők ritkán utaznak, és van saját autójuk, így aztán... De akkor kik voltak? Menekültek? Ezek nem, azt a törvény tiltja. Hát akkor itt a vége. Igen, ezek nem. Szép volt, Jani! Lett volna még egyébként egy pár másodperc. Igen, akkor rákérdeztem volna, hogy ezek nem miért meg korábban voltak. Ugye azt mondta, hogy ezek menekültek voltak, és mondtad, hogy ezek nem. Ezt mondtad. Ott okay, volt a nem. Hát a menekült dolog megzavart. Megzavart igen, egy kicsit. Igen. Ne arra, hogy Zsolt. Semmi gond. Köszönöm szépen. Köszi a játékot, ciao. Hello. Hello. Hello, hello. Jani, gyönyörű volt. Az év első győzelme, így kell nyitni. Amit csinálsz az év első napján, az sem egész évben. Igaz, hogy most január 14-e van, de... Igen, most leszek, basz. Igen. De ez egy szép évkezdés. Hát azért rendeztük. Na. Rendeztük a sorokat. Kiraktam az irányjelzőt. Ez. Megmutattad. Ezt kell csinálni. Megmutattad, igen. 3 perc, pontosan 7 óra jönnek újra a legfrissebb hírek, aztán jövünk vissza már is, és beszélünk majd az Arany Globus díjátadásról. Felhívjuk a Saul fiának a producerét, ugye Sipos Gábort, és ha minden igaz, akkor lehet, hogy megpróbáljuk elérni vastag tesók közül, vastag Csabit is, aki kint van az Arany Globuson. Azt ne kérdezzétek, hogy kerül oda, vagy mit csinál, de állítólag kint van. És föl tudjuk hívni, ott van most valamelyik afterpartin. Ez ő ment ki átvenni a díjat. Itt vagyok, majd én átveszem. Bandázik DiCaprioval, Matt Damonnal, és a budiban smárol Lady Gaga-val. Úgyhogy felhívjuk, hogy mesélj el nekünk, milyen egy jó kis parti, mert hogy ott van. Hogy kerül ő oda? Hát mit csinálok? Végig vonult a vörös szőnyegem? De csak van a filmmel kapcsolatban. Aha. Nem tudom, valamit benéztek. Na, majd megkérdezzük tőle ezt is. Hakni ilyenkor? Glóz koncertjárban? Vagy lehet, hogy fellép a díjátadón? 2:07, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello! Most már sziasztok, élőben. Sziasztok, jó reggel. Majd egy fotóval bizonyítjuk az élőadást. Az Instára, meg a Facebookra egy közös fotó, egy új évi fotó. Tényleg. Egy új évi fotó. Nem rossz ötlet. Nem rossz. Mert én szórakoztattam az Insta rajongókat egy-két képpel, de nem magunkkal, meg nem magunkról. Úgyhogy néha, hogy ne érezzék magukat elhanyagolva, felraktam, ami teljesen nagy maraságot. De magunkat nem még idén. Úgyhogy egy képet tegyük föl majd. Jó? Így január közepén. Január közepén mutassuk meg, hogy... Növekedett az Insta felhasználás? Ja, azt hiszem a hajamat kérdezed, elkezdtem megsimogatni a most fejemet. Most kezd rossz lenni. Most kezd rossz lenni.
Az a durva, hogy rettegek. Most nem akarom visszanöveszteni. Igen, az jó is lesz, nem az a baj, de ha egyszer kitalálod megint, akkor hogy a régi fényében fog csillogni, az átmenet, ott sírni fogunk. Igen, még egy ideig kell nőni ahhoz, hogy picit tudjad zselézni. Most hát, valószínűleg csak műgyantával lehetne. Most egyelőre az van, hogy szerintem visszavágatom megint, és utána. Utána majd egy év múlva megnőztem. De most így hagyom, nagyon szeretem, tényleg. Tehát így marad, de valóban az átmenet már kezd most kibontakozódni. Kis gyapjas kis izé vagyok. És mindenhol egyforma. És mindenhol egyforma, úgyhogy azzal még nem tudom, mi lesz. Azt még nem tudom, hogy hidalom át. A gyerek újra apucinak hív? Igen, már megszoktam, de az a durva, hogy én is. És az a durva, hogy így akarom hagyni. Nincs vele gond, nem kell vakszolni, semmi, beállsz az zuhany alá, azonnal megszállít. Fél nagyon jó. Egy kölyök nagyon majom, jó. De tényleg. Egy kölyök majom. Egy sejem maki. Egy kis igen. Sejem, úgy olyan. Egy kis sejem maki. Egy kis sejem maki kezdek lenni. Nem, úgy, egy bonobo. Neked van ilyen nullásgéped? Persze. És az a vissza tudom csinálni simán, magam? Simán. Igen? Aha. Nagyon jó egyébként, nagyon praktikus. Tényleg, hát én csak jókat tudok róla. De mekkorára? Akkorára akarod, mint a Jani? Hát ilyen 0-7-re. 0-7-re, tehát nagyon kicsire. Igen. Tök jó, tényleg jó, nagyon praktikus viselet. De nagyon szeretem. Szóval mit kérdeztél? Az Instáról kérdezted, hogy növekedtem? Igen, növekedtünk-e? Hát nagyon durván növekedtünk. Van 87 vagy 88-al mentünk el. Várjál, és nem, 70 valamennyivel, 78-79-en mentünk el, és 88-an vagyunk, tehát majdnem 90 ezer. A szilveszteri tűzijáték. Nagyon jó. A szilveszteri tűzijáték, egy-két szilveszteri kép, meg mit tudom én, Chuck Norrisos, meg Sylvester Stallone, és hát én így hülyeségek, de nem akartam nagyon fárasztani az instás rajongótáborunkat, úgyhogy csak néha-néha kaptak egy-egy képet, de majdnem 90 ezeren vagyunk már az Instagramon. Az zseniális. Legyen valami nagyon ütős az első posztunk. Csináljuk egy hármas bakamufot. Jó, hát az nagyon. Az nagyon tetszik nekem. Miért nem tudok belépni Skype-ra? Ez egy jó kérdés, azt mondja Zsűr. Mi a baj a skipémmel? Mi a baj a gépeddel? Mi a baj a gépeddel? Nem enged, nem ismeri meg a kis gazdáját? Az lehet a baj? Valaki nyomott rajtuk egy frissítést. Ezt tudjátok, hogy ez a gép halál. Lehet. Nem ismer meg. Se jelszó, se semmi. Nem tudok belépni. Na mindegy. Próbálkozunk még, vagy megnézed? Próbálkozunk még, jó. Azt mondja, hogy M1-es 140-es kilométernél trafi, ezt Rita küldte nekünk. Aztán még négy rész lesz a Star Warsból, úgyhogy készüljetek. Bandi, aki szép, küldte nekünk. Köszönjük szépen. Új év alkalmából lehet egy hunadal, kérdezi Laci. Lehet, hogy meglepünk. Örülnénk neki. Lehet, hogy. Mi se hallottuk 3 hete. Bizony. Én hallottam. Meghallottam. Én igen. Én többször felmentem rá. Az 500 ezer felhasználóból. Mindig, persze, mindig nézem, meg várom tényleg, hogy 500 fölé menjünk, akkor nyilván majd a 600, meg a 700 lesz a következő. Én azt szeretném, hogy ez a dal most attól függetlenül, hogy nem került be a dalba, ettől függetlenül mondjuk egy szép karriert futna be az interneten. Hát megérdemli. Nagyon szeretem. Jól állunk, igen. Azt mondja, hogy... Fiúk, jó nektek a munkát, 11-én kezdeni, bújék azért lett a függetlenül 2016-ban, és Erzsó küldte nekünk. Hát, én azért láttam a forgalmat január első hetében. Semmi nem volt. Sokan hasonlóan döntöttek szerintem. Vagy elutaztak, vagy ha itthon is maradtak, akkor azért sokan pihentek. Nyugi volt. De gyereket eldobták az iskolába, szerintem, de utána semmi nem volt egész nap. Tényleg. Igen. Na, hívjuk akkor a Saul fiának producerét, mert ugye átadták a Golden Globe-ot, és a magyar vonatkozása is van a dolognak, sőt, hát nem csak van, hanem magyar nyertese is van az Arany Globus díjátadó gálának, mert hogy vasárnap ezt ugye átadták, és a Saul fia meg is nyerte a Golden Globe-ot, ami hát egy hatalmas dolog, és ha az ember hallotta a filmet, ha nem látta, ennek egyöntetően lehet örülni, kell örülni, mert ez egy baromi nagy dolog. És ott vannak már szerintem a partin, mert hogy utána ugye Los Angelesben elmennek az emberek, a sztárok. Nem, a helyszínen van, nem ott, ahol ki osztja. A helyszínen és különböző, és aztán lehet, igen, az Oscar díj átadás után Jack Nicholson mindig házi bulit tart. És az állítok, baromi hagyományos, hogy menni kell a Jack Nicholson házi buliába, mert nagyon jó dolgok hát meg biztos vannak alternatív... Nagyon jó dolgok történnek, igen, a Jack Nicholson házi buliába. Biztos vannak alternatív megoldások is, hogy valaki az oda söndörödik, és akkor a fülébe el tudom képzelni, mi van a Capriónál is például, igen. Tehát, hogy a kis villácskáiból most ők rendeznek egy kis afterpartit, és hát ott van ugye többek között a film producere is, Sipos Gábor, és velük beszélünk nem sokára. Valamint azt az információt kaptuk, hogy Vastag Csaba is ott van. Ami érthetetlen, gyerekek. Hát hogy?
Igen. Amit egyébként nem értünk, de majd ennek is megpróbálunk utána járni. Ha még Zed Ki lenne ott. Ha még kosovonult volna még a vörös szőnyege. Igen. De vastag csavar. Na megtudjuk majd ezt is. Most viszont itt van velünk Sipos Gábor, a Saul fiam. Producere Gábor, jó reggelt kívánunk, hello! Csak volt? Igen, helyette viszont elcsöntjük C-3PO. Így van. Helen Mirren kivette a kezéből a telefont, kinyomta és arcot csókolt. Igen, inkább vele foglalkozni, mint a Morning Show-val. Jaj, mennyi jó film lesz egyébként, mennyi jó film. Ott van a Stallone is, gyerekek. Hát lehet, hogy akár Gábor is látta Stallone-t közelről. Ráadásul nyert. Nyert. Ráadásul nyert. Legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat kaptam el, és picit én azt gondolom, hogy megérdemelte, főleg így. Biztos benne van a 70 év is, ugye, hogy már ilyenkor azért, amikor valaki eléri ezt a 70 éves kort, akkor nyilván tisztelgés is egy kicsit az életmű előtt, mert most én nem tudom, én nem láttam még ezt az új filmjét. Tehát, hogy mekkorát alakít benne, mindegy, megérdemelte, amiket csinált. Én most vagyok igazán kíváncsi a filmre, mert egyébként vártam volna vele, amíg de most már mi? Amíg egyszerűbben hozzá lehet jutni. Az íróasztal mellett is otthon, de így most már biztos, hogy megadom neki. Megérdemelte is. Na, újra megpróbáljuk. Sipos Gábor itt van velünk. Hello Gábor, jó reggelt. Vagy hát jó estét. Hello. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Szia. Jó reggelt. Na, hát először is gratulálunk. Nyilván nem mi vagyunk az elsők természetesen, hát ez egy nagyon nagy dolog. Úgyhogy gratulálunk nektek, a stábnak, mindenkinek. Minden egyes gratuláció, pont ugyanolyan jól esik egymás után, úgyhogy köszönjük szépen. Óriásiak vagytok, történelmet írtatok, és most ad nekünk szilvesztert, létszi. Nevettek, de nincs olyan messze tőlem. Tényleg, figyelj, milyen a parti? Milyen, hol vagytok? Házi buliban, vagy még ez a hivatalos after party a magának, az Arany Globusnak? Tulajdonképpen az Arany Globus után különböző stúdiók szerveznek bulikat, és meghívják rá a nyerteseket, meg mindenki más nálunk fontosabb embereket, és ezek között most bolyongunk, de beszéljünk inkább arról, hogy mert ez azt gondolom, hogy ezek a bulik kicsit kevésbé illenek ez a filmhez, hogy őrületes élmény volt, amikor kimondták azt, hogy még ez az ország nem kapott díjat, akkor egy picit azt éreztünk, hogy ez hátha Magyarország lesz, és utána Helen Mirren, hogy kimondta tulajdonképpen Magyarország, és Saul fiát, hát egész elképesztő érzés van. Igen, Helen Mirren és Gerard Butler adta át a díjat, ugye? Igen, és igen. És ahogy te is mondod, Helen Mirren mondta, hogy nagyon örül, mert hogy ez az ország még nem kapott díjat, és akkor utána mondta ki. Hát azért azt láttam, László, hogy megilletődött, ahogy átment, pont egy olyan képet kaptam el, hogy éppen Leonardo DiCaprio vállát fogta meg, és rajta keresztül próbálta magát átverekedni a tömegen. Nagyon helyes volt, igen. Azért lehetett látni, hogy... Igen, tulajdonképpen ez egy olyan pillanat, amit még olyanok is, akik minden nap kiállnak a kamerák elé, talán ők se tudnák megszokni, de hát mi nem ilyenek vagyunk, úgyhogy természetesen nagyon izgultunk, és hát ennek a megilletődés, vagy ez a, hogy is mondjam, a meghatódottság látszott, azt mondom, a László orcán. Igen, és hát maga az Arany Globus is rendezésében sokkal háziasabb, sokkal otthonosabb, sokkal barátságosabb, mint az Oscar. Közelebb ülnek az emberek, kevesebben vannak, tehát hogy valahogy sokkal, sokkal életszerűbb az egész. Azért ne kritizáljuk azt a szép férfi nevet, jó lesz az is, vagy jó lenne az is, úgyhogy nem. Érdekes volt, igen, ahogy így körbeülünk, és igaziból egy nagy show keretében kapjuk meg ezt a díjat. Igen. Na, és hát ez ugye azt mondják, hogy az Oscar előszobájában szerintem nem így van, mert egy csomószor nem azok a filmek nyernek, de hát nyilván ebben nagyon-nagyon drukkolunk. Nem sokára kihirdetik, ugye? Hogy pár nap múlva van az Oscar jelöltek kihirdetése. Igen, 14-én délután fogják, otthoni idő szerint délután fogják bejelenteni, és hát baromira izgulunk, amiatt is. Egyfolytában csak izgulunk valamiért. Nem mondod, csak izgultok. Egyik díjat veszitek át a másik után, de közben folyamatosan izgultak. Hát azért ez egy nagyon nagy dolog. Arról van már hír, hogy csak egyetlen kategóriában lesz jelölve a film, vagy pedig több kategóriában? Semmi erről még nem tudunk semmit. A vágy az, hogy több, tehát hogy a Sony több kategóriában is elindítaná, meglátjuk, hogy a mindenféle bizottságok, illetve a szavazók mire fognak minket választani. Ez érdekes, hogy nektek készítőknek sincs semmilyen így információtok. Van. Andynek sincsen semmilyen fülese? Nincsenek füleseink, sajnos. Nincs. Meglátjuk. Volt előre megírt szövege egyébként a Lászlónak? Nagyon helyeset mondott ott a színpadon. Gondolkozott, nem, hogy nem, külön megírt nem volt, de természetesen mielőtt, amikor azt gondolom, az ember elindul kifele, akkor
gyorsan lejátszódik a fejében, hogy mit is szeretne mondani, mik az első fontos dolgok, amik ilyenkor mindenképp fontos, hogy elhangozzanak. Hát meg hál' Isten már átvett úgy néhány díjat, hogy tulajdonképpen az ember már gyorsan ledarálja automatikusan, hogy kinek köszöni meg. Mert gyűlik a rutin az Oscar. Gyűlik a rutin, igen. Gábor, nagyon gratulálunk nektek. Hát ez egy hatalmas dolog, az egész csapatnak add át az üdvözletünket még egyszer. Mi minden díj után hívunk benneteket, és mindig gratulálunk. Úgyhogy reméljük ez a beszélgetés, ez nem nagyon sokára köszönöm, újra. Nagyon köszönöm, és ti pedig légy szíves, adjátok át a hallgatóknak, hogy rettenetesen jól esik az a sok törődés meg izgulás irántunk, úgyhogy erőt ad, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, és hát remélem találkozunk még. Oké, köszönjük szépen! Köszi Gábor, ciao, sziasztok! Csipor Gábornak, a producernek köszönjük szépen! Na! Á, gyerek! Nagy dolog, dolog ez hatalmas dolog. Dolog. Hatalmas dolog. Igen. De mit igen. keres ott Vastag Csaba? Vastag Csaba, aki egyébként már Sylvester Stallone-val pózol a saját igen. Facebookon, igen. illetve láttam egy képet, hogy Lady Gaga-val fotózkodik éppen. Uh-huh. Igen, egyre inkább kezd vállalhatatlanul viselkedni. Az előbb például Gerard Butler oda ment hozzá Mel Brooks-t, és azt mondta, hogy This is Golden Globe! Most a Beverly Hiltonban van. Igen. Lady Gagával fotózkodik. Ez a gagás kép, ez olyan odasunyogós. Ez már, mert a Sylvester Stallone és az átölelős, az rendben, az lebeszél, ez a kép, ez már kamu gyerekek. Ez csak úgy odaállt mellé valaki oldalról lefotózni. És oda már annyira részeg, hogy itt Molyapes kötő, hogy már fekszik a földön, és Csaba mellé feküdt gyorsan, hogy csinált gyorsan. Ez nagyon meleg lehet ott, mert ahogy láttuk a fényképen, Csabának már le kellett hintőporozni az arca. Na, megpróbáljuk felhívni, hogy mesélj egy kicsit, hogy mi történik most a Beverly Hiltonban. Kikivel smárol, ki mennyire van kivel beállva. Kivel tévesztették össze, hogy beengedték. Igen, hány 43 kilós szexi szupermodellt rángatott már be a férfi mostóban Leonardo DiCaprio, hogy há, vagy ő? Ápolja az imidzsét, mert egyébként meleg. Ja, igen. Vigyázni kell, hogy legyen fedősztori, tudod. Névjegy kártyát cseréltek-e már Kevin Spacey-vel. Igen. Mert hogy ugye ő is kim van. Na, hát beszélünk majd még egyébként a Salófiáról, mert a kihirdették ugye az Oscar esélyeseket, és hát remélhetőleg ott lesz. Egy vagy több kategóriában, amit ugye te is kérdeztél. Akkor utána megnézzük, hogy tudjuk őket hívni. Hát ha azt is megnyernék, szenzációs dolog lenne. Hát simán lehet mondani egyébként, hogy a Mephistóta nem beszéltek magyar filmről ennyit. Igen. És milyen nehéz lett volna ilyenkor a második filmet csinálni, gondolná. Jobbat nagyon nehéz, a rosszabbat most csinálsz. Most kell abba adni a csúcsot. De oké, ez valami nehéz helyzet, nem? Igen. Tényleg? Te bármit csinálsz a második filmet, de minek az elsővel fogja összehasonlítani, ha kicsit gyengébb, azt mondják, hogy jó, ennyi volt. Jobbat meg nagyon nehezen fogsz tudni, mert idáig azért egymás után két film az esetek nagy többségében nem jut el, hogy ennyire felkapják, ilyen díjat nyerjen, ennyi díjat nyerjen, tehát mindenképpen baromi nagy nyomás lesz rajtuk. És a stáb nagy része 30-40 éves fiatal emberekből áll. Tehát, hogy így azért az elején vagy a filmiparnak. Igen, de hát kellemes te lesz. Na, itt van velünk. Vastag Csaba, jó reggelt! Hello, ciao! Szép reggelt mindenkinek! Szavartok! Hello! Mi a helyzet? Na, hát veled mi a helyzet? Mert hát velünk sokkal kevesebb dolog történik. Láttuk a fotókat éppen Lady Gagával. Csináltál egy gyors selfit. Igen, és csak 22-23 perc alatt, hát még a buli még javában vagy, de viszont a legfontosabb dolog az, hogy nyert a Saul fia, hát ez hihetetlen, ez egy történelmi dolog. Jó, te is tudod, mit kell mondani. Persze, igen. Jó, igen, mert már beszéltünk. Beszéltünk a Gáborral, a producerrel, a Sipos Gáborral, persze, mi is gratuláltunk nekik, ez egy hatalmas dolog. De hogy kerülsz oda, vagy mit csinálsz kint? Hát ilyen eseményekre azért ritkán mennek be hazai előadók, hazai sztárok. Igen, általában január szokott nekem az a hónap, amikor igyekszem pihenni, nem mindig sikerül sajnos, de ebben a hónapban most egyszer végre el tudtam utazni Amerikában, mert tudtam tekinteni ezt a remek országot, és úgy alakult, hogy be tudtam jönni ide is. Igazából ilyen nyaralás és munka egybe kötve nagyjából, amit itt most csinálunk, és egy tök szép estén volt a Golden Globe átadás. Már a munka alatt mit értesz, hogy ilyen promó lemezeket osztogatsz bent a DiCaprio-nak, a Stallone-nak? Az új lemezem, már én is Csaba most. Hát csinálunk ezt azt, ilyen, még nem állok el sok mindent erről, de igyekszünk. A videóklipet forgatunk közben, zenéket írunk, tehát és egy sok mindent alakítunk. Amit mindig. Jó, hát még olyan vágó programok vannak már, hogy egy 6-os iPhone-nal simán leforgatsz ott valahol. Los Angeles, Kalifornia, egy videóklipet, tehát az már nem egy bonyolult dolog. Na, kikkel találkoztál? Sorold a neveket, kik mellé álltál oda, kit láttál, ki hogy néz ki, mesélj egy kicsit. Mindenkivel találkoztam, nem vagyok az olyan fotózkodós, és nem azért, mert hogy ez nem, hogy ez neked nem félne bele.
nem tudom azt, hogy mennyire kényelmetlen nekik is, amikor oda mennek és zavarják őket, tehát igazából, hogy inkább így messzről megnéztem mindenkit, hogy néznek igazából. Voltak el beszélgetni is egy pár szót, de ez egy ilyen tök jó utazás volt nekem, és inkább egy ilyen kis megismerés. Ott van a Stallone, DiCaprio, mindenkit láttál? DiCaprio-t találkoztam személyesen is, Lady Gaga-t találkoztam személyesen is, Jennifer Lawrence-t találkoztam személyesen, azt amelyre találkoztam tegnap egy étteremben, tök véletlen egyébként egy kajás közben pizzáztunk, és ott ütmeltem. Nem merted neki bemondani, hogy nagy voltál a Terminátorban. Simán bemondanám, simán gyerekek, én egyszer valakivel összefutok, én annyira bemondom, hogy én ott a Terminátorban. Oda mész, fotót kérsz, ezt megcsinálta 100-szor. Egy ilyet bemondasz, ezt lepocizol vele, szerintem kíváncsi ennék, hogy jó arc és röhög, vagy azt, hogy na takarodjál az anyjára. Csehát, de mondd neki, próbáld ki, legyen ez a küldetés, de olyan, hogy ezt megkóldod. Nagy voltál a Terminátorban. Talán most akkor a tapsot kapott, látjátok is, vagy nem tudom, hogy olvastátok el, hogy ilyen sok év magam tudok ezt a díjat. És megmozdult az arca. Igen. A szétbotokszott arca. Jól nyomta. Úgyhogy ez egy tökéletes megtisztelés, most itt lehetek, és tényleg nagyon-nagyon csak építkezni tudok bele, és az, hogy azért nem mondok most semmit, a szavakat nem találom hozzá. Ez nagyon szép, nagyon jó. Lady Gaga üzent valamit Kozsónak? Nem nyerhette, kérdzs meg. Figyelj, most tök őszintén kérdezem, hogy ugye, ha elmegyünk egy magyar buliba, mondjuk mit tudom, egy sztori diát adó gálára, az éjfélig azért az egy nagyon feszengős, áldogálsz, mindenki nézi a másikat, vízlatja, stíröli. Jó, csak addig, amíg fodozsók, hanem meg nem érkezik. Igen, vagy medvec kilóna el nem esik a táncparket. Tehát, hogy az amerikai buli, csak arra akarok kiukadni, hogy lazábbak, oldottabbak, vagy baromi nagy sztárok, baromi nagy gazdagok, de ugyanúgy állnak, mindenki kicsit feszeng, szép ruhában, de úgy érzed a bulin, hogy még senki nem meri magát elengedni, és feszeng mindenki. Itt is éppen ezt történt, mint amit mondtál, csak az a gát, hogy már nem akkor hittem, amikor ez volt már a végén. Szóval most már nem a feszengős részénél tartunk, most már mindenki a barátja. Tényleg tök szabadon lehet így ismerkedni, beszélgetni mindenkivel. Mindenki tök normális, ezt tudom csak mondani, hogy kiderült a úgymond a sztárok, hogy ugyancsak emberek és tökékezzel. De jó. Volt Bugyi Gagán? Hogy micsoda? Bugyi. Lady Gagán, volt-e Bugyi? Nem néztem meg, de... És mit csinált a DiCaprio, amikor elkaptad éppen? Éppen ment. Az egyik helyre a másikat. Igazából mindenki megy minden felé. Öcsi ment, hallottam. De hogy ment? De viccek, ez egy csátkány, jobbra-balra ismerkedik, azzal beszélgetnek. Jó, figyelj, ha buli eldurvul, mi 10-ig vagyunk, az azt jelenti, hogy olyan fél egyik, tehát tényleg a Stallone négykézláb mászik ki egy rózsaszín tangával a fején a női WC-ből, azért hívjál föl minket, tehát hogy tudjunk meg piszkosabb részleteket is, mert eddig ez nagyon standard. Tehát egy sima hagyományos buli ugye a Hiltonban, de amikor kezd egy kicsit eldurvulni, az előbb dobtál rám egy SMS-t, írjál nyugodtan információkat, hogy mi történik. Jó, kicsit jobban eldurvul a buli. Itt azért történik ez az, hogyha van valami, akkor már szólok, jó? Figyelj, még egy kérdés, Andy vitt magával a mobil rulett asztal? Igen. Jó éjszakát, szavaztok, ilyet a jó reggelt. Amikor Gerard Butler és DiCaprio magára zárja a férfi vécét. Ezt hallod csak nagyon durván, és kopogsz, engedjetek be, bepisillek, bepisillek. Sérül át, hall, és... Nagyon kemények vagytok ezt. DiCaprio, mint egy roventa porció eltűnt egy 4 csigot, akkor azért csörögjél mindenképpen. Csaba, vigyázz magadra, csókoltatunk, nézzük még, hogy kivel szelfizelt, jó? A Stallone-nak ne felejtsd el bemondani, amit mondtam. Ha kemény vagy, megcsinálod. Jó, teszteljük. Nagy voltál a Terminátorban. Csáó. Kiütt még. Hello, csáó. Na, jó buli lehet. Hát ez kemény. Én így viselkednék egy ilyen bulin, biztos. Biztos, hogy már hogy megpróbálnám őket kimozgatni a komfortzónájúról. Nem, ez oda megy, fotót csinál, ez engem kevésbé érdekel. Mindenki azt csinálja. Mindenki azt csinálja. Hát, ha van valami fedő sztoria, mikor megkérdezik tőle, hogy kicsoda, akkor meg azt mondja, hogy Csaba DiCaprio. Leonardo, my cousin. Érted? Csak akkor nem jön be, amikor Leonardo DiCaprio-hoz megy oda. Gagával mi lenne a tréfád? Nem tudom, hát ez ott a hely. Nem tudom. Nem tudom. Minden esetre. Jó bulinak tűnik azért ez. Hát... Sorry, Marilyn Manson? De örülnek. Egyébként most láttam egy képet, egyre jobb hasonlít Marilyn Manson. Nagyon. Egyébként tényleg. Na jól van, 7:30 pontosan. Az M1-es 87-esnél kirakták a Trafita hídra Győr felé. Lövik a népet, úgyhogy mindenki vigyázzon. Jó, köszönjük szépen.
Fél 84 van, Ákos után jövünk már is vissza. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk pontosan, 41 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és az előző fél órában egy picit bepillantást kaphatunk, hogy mi történik most Los Angelesben. Mert hogy ugye ott van Vastag Csaba is többek között. Valamint beszéltünk Sipos Gáborral, a Saul fia producerével, akik ugye hát megnyerték az Arany Globuszt, nagyon nagy dolog, aztán pedig felhívtuk Vastag Csabát, hogy kicsit mesélje nekünk. Nem mondott annyi mindent egyébként. Nem. Meg volt illetődve. Meg volt illetődve, igen, egy picit mi is úgy éreztük, pedig ilyenkor azért az ember hát minden apró kicsi részletet magába szippant, pont arról beszéltünk, nagyon kedveljük, de hát minden információ érdekli ilyenkor az embert, nem? Mi a kaja, mi a pia, hányan vannak, hol vagytok? De valószínűleg megilletődött egy kicsit, megilletődött a Csabánk. Frissítem, nézem, persze. Hát ha van már új fotó, biztos új sztárról, de még nincs. Egyelőre Stallone volt meg neki, és Lady Gaga. Fodorok Csabát, hogy telegeti a menedzser. Menj oda, igen ő, nem ő. Jobbra egy, nem, mögöttem, bassz. Jaj, nagyon sok minden kis apró téma volt egyébként így az ünnepek között, például azt nem tudom, láttátok ezt a videót, én se túl sokat neteztem, de hát azért az ember, mikor már letette a gyerekeket, akkor azért így lehetett egy kicsit. Ha az Összeomlás a Népszínház utcában című történet. Nem, mi volt? Nem láttátok? Zseniális a videó, csupán arról szól, hogy milyen teljesen egyértelmű reakciót vált ki valakiből az, hogy lekési a villamos a Népszínház utcában. Annyira együtt éreztem vele. Megnézték már majdnem 1 millióan egyébként ezt a videót, és azt látod, hogy ő ugye elszalasztja a villamost, és nem volt képes felszállni, ugyanis annyira be volt rúgva. Két nagyon nagy zacskóval ő fut, és a villamos ugye elindul. Jó. És hát ő konstatálja, hogy elindult a villamos, majd átfut rajta egy olyan dükkitörés, ami azért hát kevés emberen fut át így ebben a formában. Szenzációs a videó. Én nem tudom, valaki vette a sima üres Népszínház utcát, és egyszer csak belefutott ebbe az emberbe? Nem, hát úgy volt, hogy ugye szemben vele, a villamos megállóval szemben ott volt egy ház, és valaki kim volt éppen a balkonon. Lehet, hogy mit tudom én, cigarettázott, vagy ilyesmi, és akkor onnan vette fel az egész jelentet. Tehát aki, a Népszínház ugye, utca az valóban tényleg egy olyan környék, ott mindig történik valami. Hát ott 3 percenként történik valami. A Blaha Lujza térről. Őszintén ez már mindenkivel, aki utazik tömegközlekedéssel, mindenkivel előfordult már, csak azt nem rögzítették. Tehát ki az az ember, aki még nem járt egyszer sem úgy, hogy futott a villamos vagy a busz után, és becsukta az ajtót, és elment, és hát akkor ilyen keresetlen őszinteséggel törtek elő belőle a nem túl szép szavak, amely Kazinci mondjuk nem lenne annyira büszke, de azért velem is volt már olyan, hogy egy picit elkezdtem egy árnyékboxolni hát a megállapokban. És utána kiabáltál? Persze. Igen. Azon gondolkozom, hogy utána egy picit lefékezett, megállt, és ilyen nagyon félszegen szálltatott. De azon gondolkozom, hogy ő vajon tudta, hogy mennyi idő múlva indul a következő? Tehát, hogy 2 perc, 2 óra, fél óra az utolsó, vagy ilyenkor át sem fut az agyadon, hogy elment előtted egy fogaskerekű, mindegy, hogy 10 perc ott van, vagy az egyes villamos, vagy a 2-es metró. Tehát ott abban a pillanatban kitör belőle, az őrült. A dolog pszichológiáját kell megérteni. Azt, hogy ő abban a pillanatban, amikor ott látta, hogy ott van a villamos, látta, hogy oké, fut, ott kis cekkerekkel minden együtt, érted? Én azt a villamost már elértem. Benne ez volt az, én már ott vagyok, én már meg vagyok, mindjárt felszállok rajta, és robog haza a kedves feleségem, ezen a gyerekekhez, vagy ilyesmi, vagy a következő üvegsörhöz, amit megbonthatok. És nincs meg. Na, mutatom, hogy mi történik. Hát vannak benne ronda szavak, majd ott megpróbálom lehalkítani, jó? A gyerekek szerintem 3-4-8 körülben vannak. Elmegy a villamos. El csávó? Már megy a box. Tehát azt látod, hogy az ember 2 darab zacskóval fut a kezébe. Elmegy a villamos, ő lerakja a zacskókat, a táskákat, még fut a megállóba, eléri a táblát, és elkezdődik. És de az, hogy üvölt ezt a villamosnak, hogy megöllek. Életveszélyes és megfenyeget, hogy egy villamos. Az az egy ilyen szirénát. Most ér oda a táblához. Most, igen.
De ember nem üvül, nem üvölt így, ha elmegy a villamos. Ráadásul valószínű, hogy 6-8 perc múlva beállt egy másik, és elmegy. Ugye? Te zseniális. Van, az húzza ki a gyufát, hogy biztos, hogy látja a villamos vezetője, hogy te rohansz utána, és tényleg egy 5 másodpercen múlva. Meg ezek már nem azok a régi villamosok, hogy csukom-nyitom, hanem itt van egy mechanikája az egész dolognak. Fölmegy a lépcső, becsukódik az ajtó, odamész, megnyomod, akkor sem rögtön nyílik az ajtó, hanem egy picit várt. És akkor még mindig benned van egyébként az is, hogy még kinyílhat az. Nem nyílik. Nem, elment, igen. Tartani kell a menetrendet, még egyszer az elejét a hangnak, az annyi, az zseni. Tetszik az üvöltés? Várja, vissza teszed meg. Benne lesz a Star Wars. Ezt akartam mondani, hogy ez valami. Most teszi le a szajtrókat. Szalad tovább. Odaír a táblaut. És itt még elindul egy cunami áradatszerű káromkodás, de ezt nem akarom be. Nem lennék villamos vezető a lépszínház utcába. A legközelebb, ha elkapja. Az a dolog, hogy most már bármi történik, azonnal fent van a neten. Nem? Tehát valahol, tényleg bármit csinálsz, valakinek a közeledben nem az az első gondolata, hogy segítsen, megnyugtasson, megvigasztaljon, hanem hogy felvegye. Tehát a gondolkodás is teljesen más már a 21. században. Rengetegszer látod azt, hogy emberek ahelyett, hogy mondjuk rajta nem tudsz nagyon segíteni, és oda mész megvigasztalod. Vagy az ablakban, most nem rohansz le segíteni, megvigasztalni. Mert 2-3 órán belül, de nem lehet oda menni amúgy se hozzá most, valószínűleg. Vagy lehetett. Mert életveszélyes volt. Igen. Valami teljesen más intőtt. Jó, nem, vagy csekkold előtte mindenképpen. Azt csúgva a Rezső és a parkolóért, azt csúgj elé. Azt köszönjük rossz, szépen. Jó. Berakta az összeomlás a Népszínház utcába, Han Solóval egyébként. Persze, hát már készülnek. Ja, már készülnek, akkor készülnek. Ezt én nem is elnem elnézni. Luke Skywalker. Megcsináltak a Star Wars és emberünket, ahogy üvölt, hogy Han Solo és Luke Skywalker levadásza. Szóval, hogy most már tényleg minden fenn van a neten. Bármi történik, azonnal abban a pillanatban interneten. Vagy nem? Vagy döbbenet. Mindig van valaki, aki felteszi a netre. Tehát, hogy sokszor úgy készülnek ezek a felvételek, hogy igazából nem a netre szánod, de aztán vagy egy jó barát, értitek, ugye, vagy egy családtag, vagy egy ismerős, vagy bárki, fogja magát, és szépen felpattintja, és észre sem veszed, hogy sztárrá váltál. Van egy kis kiegészítés a videó alatt, január 5-én készült a bejegyzés egyébként, a YouTube-on, a összeomlás a Népszínház utcában kiegészítés, a videó látható esemény egy nagyjából 1 órás dráma kiragadott részlete. A kedves úr a 4. villamos szaladott el. Ja, akkor mert nem volt képes felszállni, annyira be volt rúgva, 23 óra után készült. Komoly. Csatak részeg volt az emberünk. Hát akkor volt itt idő beillesíteni a kamerát. Igen, akkor volt idő ránkészíteni, amikább gyere ezt fel, vegyük föl. Tehát ő lekésett 4 villamost egymás után, gondolod, hogy annyira makonya részeg vagy, hogy nem bírsz felszállni a villamosra. Úgy, hogy minimum 3 villamos esetében már ott állsz a megállóban. És úgy sem sikerül felszállni. Atya úristen. De a kümitőre még maradt ereje a végén. Volt benne lendület, igen. Na jól van. Azért 4 villamos. Lehet, hogy a 4-nél már én is picit ki lennék. És ugye ez nem szilveszteri fölvétel, hanem 4-e vagy 5-e? A 4-e vagy 5-én írták ezt a kis kiegészítést. Igen. Nagyon szeretem. Na jól van. Csak nem, hogy mi is így járjunk most majd péntekről, szombatra víradólag. Mert hogy nekünk lesz egy kis vidéki jelenésünk. Igen, erről majd beszélünk. Ez most van? Most pénteken csapatépítő tréningre megyünk. Így van, nagyon okosan egy disznóvágásba csöppentenek bennünket bele. Hogy a 40 emberből vagyunk mondjuk 2-en, akinek ez ugye hazai terem. Jani, még egy kis krumpli salátát? Jani, fogod a farkát? Nem, hogy viszek magammal elemózsia. Erről később beszélünk, mert ez téma lesz, úgyhogy ezt később elmeséljük, meg érdekes témát lett. Bocsánat, hogy mik történtek a csapatépítő tréningen, mert lesz bőven SMS, úgyhogy erre visszatérünk. Igen, pénteken megyünk. Most viszont játszunk, mit mond Dóri? Játékunk, csak én olyan régen láttam ezt a pultot, hogy nem mi tudom, hogy hol van. Szignál? Hol lehet? Tessék? Mi az? Ott van, megvan, megtalál. Az a légkondi. Igen. Azt mondja, hogy mit mond Dórival, játszunk már is. Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. És hozzájállat, aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé.
Was ist hier lang nicht mehr? Aki válaszol. Halló! Halló, Mádá vagyok. Hello! Nadal? Mádá. Mádá. Mádá, Mádá. Hello, Ádám, jó reggel. Ádám, hello. Honnan hívtál minket, Ádám? Iseszegről. Iseszeg. Na, minden rendben, hogy indult az új évet? Hát mi ugye most vagyunk először, és még nem tudtunk nagyon sok hallgatóval beszélni. Jó volt a szilveszter? Jó, volt a karácsony? Jó, nagyon jó volt. Mire emlékszel? Hát nem sok mindenre, az az igazság. Hogy, de... hogy háromszor lekésted a villamost. nem. És aztán pedig a baleseti sebészetre ébredtél, hogy el volt törve a jobb keze. Micsár, nagy buli volt szilveszterkor? Nagy, igen, nálunk volt ilyen kisebb, ilyen 15-20. De hát az nem is annyira kicsi. Az nem is annyira kicsi. Hát igen, nem is. De hát nem mentünk el sehova, otthon voltunk, így inkább itt otthon. Nem indultunk el Pestre. Mi akartál? Hát nem, egyébként a szilvesztert nem szeretem így nagy tömegbe tölteni általában, csak így az ismerősökkel. Jó, sikerült? Jobban jártunk, hogy nem indultatok el felénk? Jó. lehet. Volt részek tűzijáték lövés, ami vízszintesen is ment kézből tartva. Nagyon jó. Meg mit tudom én, ilyen érdekes dolgok. Na, az kell. Akkor jó buli volt ez a lényeg. Jól indultam. Jó. Igen. Az új év. Jól van. Oké, na, tudod a szabályt, ugye, hát itt még az elején vagyunk, és lehet választani, van tárgy, szólásmondás, híres ember, város és élőlény. Ezeket tudod, vagy ezekről tudsz dönteni, hogy melyiket szeretnél meghallgatni visszafelé, és melyiket próbálod meg kitalálni, hogy mit mondod. Aha, hát ez élőlényt. Élőlény. Jó. Legyen az élőlény, nem annyira nehéz. Próbáld a végét megfordítani, mert ha a vége megvan, akkor ugye értelemszerűen az eleje van meg, onnan már lehet, hogy tudtad találni. Jó? Te vagy ilyen pettyes, tarajos, Göte. Nem, ez most rövidebb. Oké, mehetünk? Mehetünk. Na figyelj, mutatjuk akkor, várjál, elindítjuk az órát. 30 másodperc, figyelj, mutatom. Lachcóhob. Még egyszer? Igen, még egyszer. Figyelj. Lachcóhob. Aha. Az nem nehéz. Nem. Kó. Mit hogy? Hogy tetszik? Lóhalat? Én nem tudom. Aha, jó, kivettük a bögrét. Figyelj. Lachcóhob. Itt a vége. Jó nyomon voltál. Nem. Hát ez lett volna. Bohóchal. Lachcóhob. Bohóchal. Ne, ez nem volt nehéz. Nem. Hobb volt a vége, hogy ez visszafele bók, és akkor onnan már azért ezt össze lehet tenni. Igen. Sajnos. Egy olnak jobban örültél volna, nem? Igen. Akár. Igen, hát akkor ez most nincs meg. Jó, köszi a játékot. Köszönöm. Ádám, csáó. Boldog új élet kívánok neked. Köszönöm neked is. Neked is, csáó Ádám, hello. Hello. Csengő hangnak is megcsinálják, sokan írják. Ja, megcsinálják a villamos megállóban. Így megcsináljuk szignálnak, mert ez nagyon jó. Egy zajszűrés mondjuk nem állt. Igen. Na, 5 perc, pontosan 8 óra, jönnek újra a legfrissebb hírek. Ha van közlekedés, akkor küldjétek. Jó, látom az SMS falon egyébként, hogy sokaknak sikerült megfejteni a játékot. Igen, ez most valóban az eddigiekhez képest is könnyű volt. Úgyhogy nem, sokaknak nem okozott problémát. Azt nézem, hogy van friss közlekedési hírünk. Igen, Sárvár és Szombathely között egymás után két helyen is mérnek a ravasz kékkabátos barátaink. Alfás Pisti küldte, valamint Kun Babony és Kun Szent Miklós között csúszik az út. Bráda írja, hogy mindenki menjen óvatosan, és az M1-es 87-es kilométerénél sokat trafiznak. A Győr felé lövik a népet. Elment a hangom. Mit látsz? Sem. Ja. Jövünk Ákos idei után, 5 perc napot, pontosan 8 óra. Klassz FM. Közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el. A Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Élőben még nem tettük föl az élő adást bizonyító fotót az Instára és a Facebookra. Igen, itt vagyunk, magunkor, de feltesszük, nem sokára megcsináljuk, és ezzel is bizonyítjuk, hogy élőben vagyunk, de szerintem nyilván ez már egyértelmű. Melyiken még én sem hiszem el. Még azt még várom, hogy felébredek, aztán kimegyek, megint feltépek egy csomag nachoszt, és megnézek még egy részt a Raidon a webből.
De igen, nem. Hosszú volt. De nem, tényleg itt vagyunk. Ez a 3 hét vagy 2,5 hét, ez már elég arra, hogy az ember lefűzön. Ezek a nyári egy hetek, pont amikor elkezdesz valóban pihenni, és 3 nap kell, mire leteszed azt, hogy honnan jöttél, mi történt, mit kell kipihenned, addigra már szinte jössz is haza. De ez a 2-2,5 hét, ez igen, ez elég arra, hogy itt már valóban át tudod adni magad annak, hogy kicsit pihensz. Igen. Nem? Igen. Főleg így, hogy volt egy kis tél is, és megint előjöttek ugye a klasszikus téli sportok, mint például a terepjáró mögött húzatom a haverjaimat. Volt, aki csinálta megint? Nálunk ez állandó. Igen, az is állandó, és a 3 centis hótól megbénuló ország, hát az, hát, szóval, hogy az valami elképesztő, hogy nem... Hatos villamos, állj! Nem van, vagy nem volt... 3 centis! Nem volt erre lehetőség, hogy felkészüljenek, hogy... És megint elhangzott a váratlanul ért. Igen. Tehát, hogy miért? A hirtelen, jött havazás, ugye, ez mindig elhangzik a bűvös mondat, de tényleg nem esett több, mint 3 centi. Budapesten kívül néhány helyen volt, amikor volt nagyobb hó, főleg a második hullámmal, tényleg Sárvár környékén voltam, január első hetében, ott gyönyörű volt, de ott se volt azért baromi nagy havazás. Nem. De megbénult megint az egész ország, leginkább a főváros egyébként, mert váratlanul hirtelen leesett. Igen, váratlanul hirtelen. És úgy egyébként, hogy most tényleg a meteorológusokat egyetlen szó nem érheti. Tehát, hogy nem lehetek takra pontosan megmondták, hogy melyik nap fog esni a hó. De srácok, akkor ki a béna, teszem fel a kérdést. Én nem tudom. Értjük a közútkezelőt. Csak de figyelj, de hogy rengeteg út van. Tehát egyszerűen minden nem lehet. Hogy 3 centi hónál az autósok viszont beszart. Már bocsánat. Hát, érted? Aki nem rakta fel a téli. Igen, és én pont mentem egy taxis ismerősömmel, aki elmondta, hogy tudod, mi történik ilyenkor? A budai úri negyedben a 25 millió forintos autóra nem vesszük meg a téli gumit, mert az már marha drága, és nem tudunk fölmenni a második kerület, nem tudom milyen utcába, ahol lakunk. Ezért, és áll az egész Buda, és őket hívják, hogy srácok, hát de jó, vigyetek már haza, mert akkor itt hagyom lenne a kocsit. Érted? Tehát, hogy A, nem vesz téli gumit, B, ha vesz, akkor is béna, tehát azért a 3 centi hóban lehet autózni. Lehet autózni, de nem csak az autóktól, vagy az ott maradó autóktól bénul meg a főváros, amit te mondasz, hogy valaki béna vagy nem tesz föl téli gumit, belecsúszik a Moszkva téren valakibe, és emiatt dugó van, hanem mert nincs felkészült, jól elvégzett, gyors, profi takarítás. Vagy nincs elég gép, vagy váratlanul éri őket, vagy még nincsenek ezek a gépek téliesítve. Tehát nem csak az autók miatt van káosz, mert hogy sok a baleset és sok a dugó, hanem mert egyszerűen megáll a villamos, nem tud tovább menni, hó van, nem takarítják. A villamos nem értem, azt adom. Tehát, hogy minden megbénul hirtelen. Mindenki megőrül. 3 centi. És átmész Ausztriába, és minden letakarítva, és megy tovább az élet. Az más, hát a feleségem soha nem ilyet meg 3 centitől. De egyébként meg. Sőt, pedig nem volt, nem volt hozzászokva. A szokás nagy úr. De most őszintén, hát valószínűleg egyébként arról lehet szó, hogy olyan ritkán van hó, hogy megrémülnek, mint a macskám, ami először látott ilyen havat, tudod, így ilyen félve lépett bele. És valószínűleg az lehet, hogy akik ezzel vannak megűzve, azok is ritkán látnak havat, és így picit ijesztően hat nekik, hogy hirtelen minden feljön. Isten. Így van. Ne jöjjünk az osztrák például, mert tudjuk, hogy ott még a fűzöldet. Nem, de tényleg átmész, tehát volt ismerős, aki átment, és mondta, hogy ugyanabban a pillanatban, amíg itt káosz, ott minden brutálisan letakarítva, és azonnal reagálnak, azonnal, és már felkészülnek, elősóznak, azonnal takarítanak, és ha nem esik fél méter, hát meg se érted, és itt tényleg 3 centiről beszéltünk. Nálunk látványosság a hó, hát konkrétan ugye most az történt, hogy a kékestetőt le kellett zárni a felfelé vezető utat, mert annyian mentek föl megnézni a havat. Csak az autó állunk kék és a maguk. Jó, de mert máshol meg nincs. Hát vagy ez nekem köszönhető, hiszen... Annyit mondtad a kékesetőt. Nem, valószínűleg egyébként azért látványos, hogy tényleg egyre kevesebb van. Tehát január elején leesik 5 centi, ott néhányan levizsgáznak abból, hogy még mindig nem tudják eltakarítani a havat, jól, gyorsan, profin, és utána nagyon nem esik több. Februárban még van egy nagyobb, 5 évvel ezelőtt, a március 15-én ugye nagy hó, és kész, vége jön a tavasz. Tehát olyan baromi nagy hó nincs? Nincs. De már látványosság számba megy a hó, nem? De egy csomó ember például azért cirkuszol, mert nem tud, ami nyilván el akarsz jutni A-ból B-be, de hogy amikor mi gyerekek voltunk, nem volt olyan, hogy a faluból nem lehetett kimenni, hogy katonaság hozta a kenyeret. Ilyen nagy csapatszállító járművek, meg ha valaki beteg volt a faluba, akkor egy ilyen marha nagy tank jött érte, valahova föltuszkolták, és bevitték a városba. Amikor mit tudott újítani a péket? Hát akartól függ, hogy mi volt, érted? De például kenyér, meg tejúj volt a faluba, hogy a katonák hozták. Hát most meg, ha egy fél napig nem tudunk menni autóval, akkor mindenki cirkuszol. Hát nyugi, üljél otthon, nézd a hóesést.
akinek menni kell, az persze nyilván menjen, de akkor is egy csomóan a városban, például a helyet, hogy jó, mondjuk a villamos nem mondhatom, mert a hatos állt, de mondjuk aki metróval is el tudna menni, ő akkor is csak azért is a kocsijába fog beülni, pedig látja, hogy esik a hó. Nem, ez dráma, de egyébként a különböző hírszolgáltatók is drámát csinálnak belőle. Ilyen hírek voltak, hogy több helyen még napközben is füstöltek a kémények. Tényleg? Tényleg, van, haver. Érted? Ilyen. Hogy szeretünk melegbe ülni. Igen, vannak hibáim. Az egyik, hogy nem szeretünk fázni. Igen. Igen. Na, szegény David Bowie, igaz a hír, tényleg? Szegény David Bowie, nem tudom, az Ákos bemondta, de itt most már küldik a hallgatók, bemondta, hogy David Bowie meghalt. Én nem hallottam, hogy ő beteg lenne, vagy hogy valami lett volna vele. Engem legalábbis váratlanul ért, kevésbé foglalkoztam David Bowie karrieréről az utóbbi 30 évben. De ezt nem hallottam, igen, nagyon jelenség volt, de hát minket azért nem annyira érintett meg. Úgy volt, hogy az utolsó 18 hónapja telt betegségben, és ez alatt a 18 hónap alatt is tudott egy új lemet csinálni. Egyébként ő is rákos volt, csak úgy, mint a nemrég elhunyt Lemi, nem ugyanúgy, de ő is Isten rákos volt, és te nyugosztalja őt is. Szegény Lemi is, igen. És akkor elment. Hány éves volt, azt keresem. Sok mindent nem tett azért Lemi, hogy elkerülje. 30 éves korától minden nap megívott egy üveg viszkét. Jó, ez a legenda, mert kettőt ívott egyébként. Igen. Nekem volt szerencsém, amikor játszott utoljára a Szigeten 2 évvel ezelőtt, nekem volt szerencsém fölmenni a színpadra, amikor ők muzsikáltak. Figyeljetek, azt a csávót, tehát akkor volt, akkor 68 éves, mert 2 évvel ezelőtt volt, tehát az elpusztíthatatlan, ha Habsit láttad, az elpusztíthatatlan rockrengendát úgy, hogy egyébként ott ment el melletted egy 1,5 méterre, és láttad, hogy csatak a csávó. Tehát, hogy volt. Minden fő volt szívva, az asztallapot is megitták. Makonyarész. Közvetlenül a koncert előtt az asztallapot elfogyasztották, mégis ami rajta, illetve alatta volt található, de kiállt a csávó, és maga volt a rockisten, tehát hogy nem volt kérdéses. Hát sajnos ennyi adatot meg 70 év, azért nem olyan rossz, főleg ilyen életmóddal. Bizony. Hát ők 3 dolgot szeretett nagyon. Ugye a rock and roll-t, a Jack Daniels-t és a gyontatást. Gyontatott? Nagyon szeretett gyontatni. Igen. A fia mondott most egy nagyon jó részletet, egy interjúból közöltek, és lenyilatkozta, hogy hát az apja egy elég szabad élek volt, és nem is nagyon nevelte, és nem is nagyon foglalkozott vele, de ő ezért nem haragszik, mert tudja, hogy mekkora zenész volt, és egyszer közösen maradtak valahol a kocsiban 2-en, 1/2 órát ültek csődben, mert a csávó nem nagyon tudott mit mondani a saját gyerekének, majd 1/2 óra megszólalt, hogy anyádnak egykor nagyon jó csöcsei voltak. Hát ennyi. Hát a legfontosabb dolgokat átadta. Jó, ide, jó. De amikor az apáddal ülsz 1/2 óra hallgatás után, a kocsiban, és te begyög egy ilyet. És akkor ez a diskurzus még ott folytatódott, hogy tudom, én is basszáltam egy ideig, de hát ott beszélgettek. De hogy ezt így a gyerek elmondta, hogy szerintem ez ilyen volt, nem volt vele baj, ő egy ilyen ember volt. Ez kell, hogy előbb-utóbb a szüleid átadják neked a legfontosabb információkat, azokat a nagy-nagy élet bölcsességeket, azokat a tapasztalatokat, azt a szellemi muníciót, ami majd téged tovább visz. Anyának egykor nagy csöcsei voltak. Ő Lemi. Igen, ő Lemi. Így van. Ő azt mondta egyébként, hogy amíg a koncertek után mindig várja egy üveg Jack Daniels, meg egy vaskos pipa, addig nincsen semmi gond. Igen. Tehát, hogy ő addig megvan. Persze, neki így kerek. Úgy volt például játékfüggő, ilyen játékgép függő, hogy az otthonában több játékgép is volt, amihez neki saját magának nem volt kulcsa. Tehát be kell dobálnia a pénzt, de azt ő sosem akkor tudta kivenni, ha kinyerte. Jenny. Óriási, nem? De jött mindig egy ember, és kivette a pénzt, és elvitte. Úgyhogy egyébként a te nappalidban van a nyerőgép. Megvan? És dobálod be az aprót. Jenny. Mert úgy az igazi a feeling. Hát persze, mert igen. Így van a feeling. Igen, hát a Lemi, ő nem is Lemi volt. Tehát nem az volt a neve, hogy Lemi. Tehát őt nem így hívják. Tehát ő mindig kölcsönkért. Mindig kölcsönkért valakitől, és azért volt, hogy Lemi Five Man, ugye, hogy adj nekem. Ezért lett ugye Lemi. Tehát nem is ez az igazi neve, tehát nem így hívják. Nem tudom, mi a neve, nem vagyok azért akkora Lemi rajongó. De hogy ez az adj nekem 5 dolcsit, mit tudom én, 5 nem tudom mit, kölcsön, mert hogy mindig kölcsönkért. Aha. Ugye, és ebből lett a Lemiből lett, ugye, Lemi. Így mondta, és ezért lett ő Lemi egyébként. Hát, ez egy ilyen becenév, ami ráragadt. Nagy volt, nagy volt. Annak idején egyébként Hendrix ródjaként indult neki a biznisznek. Igen. Na, ugye csapatépítőre megyünk, erről akartunk egy picit beszélni. Így van. Mert hogy... Ha hétfőn kedden nem vagyunk, akkor ennek ez az ok. Igen, nem lesz. Mindig tart. Nem lesz, best of leszünk. De nyilván hallgatóink közül is sokan voltak már különböző csapatépítő tréningen, és tudnak nekünk SMS-ben, személyesen telefonon elmondani különböző történeteket, hogy mi történik egy-egy ilyen csapatépítőn, ki mire emlékszik. Ez, és mi, nekünk mire kell figyelni. Hogy nekünk mire kell
figyelni, így van. Ez igaz, hogy egy disznóvágással egybekötött csapatépítő lesz, ez így van? Én azt hiszem, hogy egy budai fürdőbe megyünk, és lesznek lányok. Olyan csapatépítő is van, hát várunk ilyen SMS-eket is, ugye az egy német biztosítótársaság volt, aki kibéreltek egy budai fürdőt, majd mivel jó volt a bónusz, és jó évet zártak, meghívtak mind a 30 prostit. Igen. Akkor mindig meg kell nézni, hogy ki a fő szponzor, és akkor abból ki lehet találni, hogy körülbelül mire lehet számítani. Remélem, hogy nálunk a Gyurex lesz. Igen. Igen. Szóval mi disznóvágásos csapatépítő tréningre megyünk. És hát a csapatépítő tréning az, ami arról szól, hogy a kollégák jobban megismerkedjenek egymással. Legalábbis ez az igazi célja, nem? Aha. Tehát, hogy össze, mindenki, akinek volt baja eddig, az kibéküljön a másikkal. Hát vagy végre összeveketesen. Vagy intézd el a dolgot. Nem tudom, voltam már sok ilyen csapatépítőn, ott a Alvásoson, és ezek elég jó bulik egyébként. Ezek jól tudnak sikerülni, nem? Háromkor van érkezés, tehát itt szerintem négykor már... Jössz? Hova? Akkor jössz? Én nekem ez volt a kérdésem egyébként, hogy mi vagyunk? Na, miért ne lenni? Jó, csak kérdezem. Menni kell, sértődés lenne de belőle. De kell? Igen. Aha. Nehezen látom a képet magam előtt. Nem, kötelező. Hát nekem, még én is elmegyek, pedig nekem ugye fura lesz a szituáció, mert az egy kicsit életidegen számomra. Te leszel a hátsó 14 soros. év hús nem evés után ott lenni egy disznóvágás. Hozod újra. A meleg vizet. Persze. De nem, én annyira én szeretem ezeket. És ugye, hogy már várom, hogy kibékülünk egy csomó olyan emberrel, akivel esetleg korábban nem volt olyan jó viszony. Már látom, hogy itt hajnak kettőnük. Szeretlek, Tidus! Azt én is várom. Na azt írják egyébként ebben a kis levélben, ami drága, drága főnökeink, hogy a kinti program látványdisznóvágás, ez micsoda? Mi az a látványdisznóvágás? Hát, nézed a hát csak hogy nézed, nyilván. Hogy igen, hogy. Tehát nem engednek... minden disznóvágás, látványdisznóvágás. Igen, hát... Nem engednek a közelébe. Tehát nem, kell lehet... melózni. Jaja. Igen, mert abból nem lesz fogyasztó. Öltözetek melegen, és lehetőleg olyan ruhába gyertek, amit nem sajnáltok. Mi történik egy ilyen disznóvágáson? Hát átrengünk a sárban. Ezek lesz részeken talicskázunk majd, és kidobja messzebb a disznó a hólyagot? Vagy mi lesz? Welcome pálinka, így kezdődik, ugye érkezési pálinka, illetve fogó pálinka. Azt mondjuk hajnalban szoktuk inni, de nyilván délután kell. Utána jön a pörzsölés. Abban már biztos, hogy tevékenyen részt kell vennetek, tehát fogsz valamit, az egyik már pörzsöl, látom. A másik kapar, picit ráhúzod a kezére a pörzsölő, olyankor. Én a pörzsölőhoz bevállalom. Nem lehetne, hogy ha lesz ilyen fogópálinka, meg mindenféle pálinkák, nem lehetne, hogy ez mondjuk a pörzsölés után legyen, mert már látom a szem előtt, hogy Valás benyomja ezeket a kis fogópálinkákat, meg ilyeneket, és akkor azért ripli mögötted! És akkor írtsuk ki őket, Vászket! Igen, és előadok egy kisebb részletet a bolygó neve halál címnál, a nagyon szeretett James Cameron által rendezett horrorfilmből. Így van, kapjuk el őket. Szóval, hogy látványdisznóvágás. Na, és itt van a fontos mondat, amit kérdeztél, hogy menjünk, vagy ne menjünk, persze, hogy menjünk, a részvétel és az ottalvás kötelező. Igen. De ezt én szeretem, itt kibúvó. Tehát itt menni kell. Meg kell jelen. Síró gyerek, nem érdekes, lázasan otthon. Hát, fedreng, a beteg a gyerek, az lehet, ennyi. Hogy jó év, ha lebetegszik. Na, és a disznóvágás az eleve kicsit a berúgásról szól, nem? Hát egy picit, igen. Hát ott úgy indítotok az reggel. A fő, persze, az tehát a fő egyet a disznóra, egyet a pöllérre, egyet a vendégekre, egyet a irénkére, aki csinálja. Egyet a júlja hagymásfél, hú de fog, de az anyja, úgy de véres, az a lába. Tehát ott kicsit indok jellege, mindig keresitek, hogy mire lehet inni. Nem? A disznóvágás nem keressük, tudjuk. Tehát annak szertartása van, nem kell azt keresni. Most voltam disznóvágáson egy két éve, ott már ilyen aksis disznóvágás volt, hogy ilyen árammal csapatták meg a malacot, mert azt mondták, hogy ez az EU kompatibilis. Fejbe dobták egy akkumulátorra. Igen, egy barkas akkumulátorra, egy ladaniva akkumulátorra fejbe vágták a malacot. Nem, hát ez most így megy, tehát ez az EU kompatibilis. Kirángatod a malacot, aki egyébként szerintem már előtte tudja, a malac nem hülye, sőt, egy barom intelligens, hát tehát ő már szerintem ő tudja, hogy végül. Kirángatod, ugye? És ilyen akkumulátorral megbököd. Hát egy kis árammal, ugye, ami aksiról, még a malac eldől, és miután eldőlt, már nagyon humánus módon, akkor egy ilyen 4 méteres böllérkéssel szúrod nyakon. Baromi humánus. De hát egy hát azt van, már nem érzi. Azt már legalább nem érzi. Így, arról nincsenek információk, hogy malac mennyire szereti az áramos részt. Aha, szegény. Tehát, azt nem tudjuk, mert hogy ez a humánus módszer. Meg ezt egyébként így szabályozzák, tehát hogy ezt így is kell csinálni. Igen, mondom, ez az EU kompatibilis. Bekötik a szemét, és akkor... Kedves malac magának, végül. Ha szerencséje van, villamoszték, hanem akkor kötél, persze, és jó szabácsi húzza föl a kötélre. Tehát ez lesz majd. Igen. Szerintem ezt a részét nem fogjuk végignézni, tehát
Én azt gondolom, de biztos vagyok benne, hogy azért itt figyelnek a lelkekre is, tehát hogy ez a rész nem lesz. Már az elhunyt jószággal fogunk találkozni. Hát meg ha működik a fogópálink, akkor két molat, négy molat. Én a csapatépítésnél, meg az ilyen buliknál tulajdonképpen mindig azt szeretem, hogy látod a különböző stádiumot a kollégákon. Tehát ugye látod a józant, ugye? Az megvan. Igen. Egy pálinka után látod, hogy kicsit mosolyog. Kettő pálinka után egy picit pirosodik az orra. Három pálinka után próbál megtalálni, beszélgetni veled. Negyedik pálinka után mondja el, hogy figyelj, ezt neked el akarom mondani mindenképpen. Ötödik pálinka után jön, én nem gondoltam rólad. Című mondatok, ugye? Igen? Ezt mindenképpen el kell, hogy mondjam. Tehát megvannak a különböző stádiumok, ahogy ugye látod a kollégákat, ahogy egyre jobban, nyilván te is köztük vagy, tehát egy idő után már nem biztos, hogy látod őket. De mindenki kezd lelazul. Nyolcnál nem érted. Igen, nyolcnál nem érted. És párbaj, úszóerőt. Igen, vagyunk. És, amit még nagyon szeretek, a teljesen váratlanul összeállt, meg nem ideologizálható párok, akik ott hirtelen kibontakoznak. Két olyan ember, akit sose látsz beszélgetni. Két olyan ember, aki tök más osztályon, helyen dolgozik, egyszer csak valahogy egymásra talál, igen, és egymás nyakába borulva, egymás fejét tartva, nagyon-nagyon-nagyon összetartva alkotják ők a csapatépítést. Ma hány ide a kaput nyilva? Nem, majd csak tartom a fejed. Látod, hogy gyerekek, az elmúlt két éve három mondatot nem beszéltetek, de most egymás nyakába borulva, úgy megalakulva sírjátok el egymásnak az életeteket, vagy énekeltek ketten. És röhögtek vicceket, amik nem viccek, tudod? Igen, hát jó, az egy másik, igen, jó, rossz vicceket mesélt. Entus, mitus, titus, te! Na jó, azért ilyen. Ezt be tudjam vetni? Én ennyire rossz fej kollégáim nincsenek. Ennyire megalapulnak. Ugye? Tehát, hogy ezek a stádiumok, de nem így van? Tényleg, a rossz viccek, a nagy vallomások, a nem gondoltam róla. Tengó hólyaggal. És a fura párok együtt, illetve a bokorból, a szobából, a reggel a visszatérésnél kicsit a bozótos hajú lányok, igen, akiket tudod, hogy valami valószínű történt. Céltalan tréfák kiugrok a bokorba, megijesztek mindenkit, aki jön az úton. Mondjuk én ebben benne vagyok. Az 11-kor azért bali bújjunk el, én ott vagyok. Tehát tudod, hogy ebben társam teszek. Úgyhogy, drága hallgatók, nyomozunk egy kicsit, tessék nekünk megfejteni, jó? Őszintén vallani, akár magatokról is, ha ti követtetek el valamit ilyen csapatépítésen, vagy ha nem, akkor írjátok meg, hogy ki volt a legvállalhatatlanabb, a legviccesebb, a legrészegebb. Megint a mószerolás. Ki akart megfürödni az abáló lében? Tehát az egyébként nagyon visszafogott Katika a könyvelésről, makonya részegen ördög szekérbe gurult be Katikával. Annyira megalakultak, hogy nem is gondoltátok volna róla. Mert akiről tudod, az ugye, az nem nagy szám, hogy lerészegedi. Akiről nem tudod, és nem ismered ezt az arcát, ezek a nagy felismerések. Az új arcok. Az új arcok a csapatban. Mizélel még szűz volt, nem csak a harisnyát nem húztak le. Ez a jó. Amikor milyen csapatépítő van még? Van a tudományos csapatépítő. Ja, igen. Tudjátok, amikor előadásokra ülünk be, uh-huh, közös szeánszok vannak, hogy a cég még inkább egyfelé tudjon menni. De annak van is ez. Van a végén dizsi, lelazulás, hát lerészegedés. Hát azért van. Egész nap izé van. Igen. Figyelj, annyira fáradtak néha az emberek az ilyen után, szerintem, hogy ott már valaki megiszik egy izét. Uh-huh. Van ez, van az akciós, amikor mész ilyen famászásra, kötél. Azt bírom. Az igen. Is jó. Na, az nincs fogó pálink előtt. Ott nincs, ott utána van. És van, ami már úgy indulsz, hogy már a buszon iszol, én voltam ilyen még a Zene TV-nél. Tehát mire leértünk, gyerekek, 40 ember úgy szállt ki a buszból, hogy 10 estek el, azon a következő leszálló esett. Tehát már a házi pálinka a buszon úgy került elő, hogy ott nem tudtál nem inni. Mert volt 4-5 olyan ember, aki viszont nagyon erőltette az ivást. Nagy a pálmék ostrója. Igen, tehát ott előre menekülve kell meginnod, mert áruló vagy, ha nem iszol. Meg a 10-kor fekszünk saját ágyban, remélem megvan a forgatott típusú fókuszos barátok közt. Az micsoda, hogy? Hát figyelj, az kötelező, amikor látod, tudod, amikor elmentünk és nagyon jól éreztük magunkat, hiszen 15 évet zártunk le ezzel a fantasztikus eseménnyel, ezen a pusztán, ahol még kalandpark is volt. Többen kipróbálták, hogy bánnak a labdában. Jó, hát tudod, van ilyen is, igen. Van ilyen is. Igen. Ki lesz az, aki beolvas a főnöknek? Mert ez a típus is van. Vállalom. Ez a típus is van, aki 11 órakor felbátorodik, és elindul. És látod, hogy na most ezen ott kell lenni. Igen, nem kell, csak halló távolságon belül. Menj utána. Hol vagy? Igen. Sosem szabad közbeavatkozni, én azt mondom.
Keresni kell az olyan helyzeteket, ami kimozdítanak a komfortzónából, csak légy ott, hogy halld. Én, ha ilyet látok, nem állítom meg. De te tudod, menjél. Ki vagy? Te, pont ezt én a... Nézd meg téged. Tesó, el kell indulnod. Most, én most megmondom, tesó. Én ott vagyok veled. Kicsit lemaradsz. Igen, tudod, kicsit lemaradsz. Fűtöd. Felfűtöd. Igen. Oda küldöd a főnököz és ellépsz. Ha nem jut az eszébe olyan dolog, amiért nagyon mérgesnek kellene lennie, te eszébe jutatod. Emlékezz vissza két éve, mikor bementél fizetésem. Ugye? Na most mondd meg neki. És látod az áldozaton, hogy már irányítható. Tehát a Jedi trükkel már bárhova elküldöd. Ez a nem messzmesztelenül beugrani a folyóba, és látod, hogy vetközik. Na ezt kell meglovagolni. Így van. Üvölt, és kitrön üvölt ezzel az ember. Tehát, igen, és van az tényleg az a típusú részeg, akivel egy idő után bármit végrehajtatsz. Én ezt a karaktert is nagyon szeretem. Az áldozat. Nem? Az áldozat. Ez a nem mersz oda menni, megfogni a Marika fenekét nagyon durva, és elindul Marika felé. Legegyszerűbb dolgunk Janival van, mert ő ugye az első pálinka után már erre szerintem kapatod, a második után te simán oda fogsz így menni bárkihez. Igen. A harmadik, ha megdobhatjátok, ugyanezt lángoló pálinkával. Na, úgyhogy várunk SMS-eket, jó? Kivel mi történt? Csapatépítő. Ez most nagyon fontos. Elindultatok, megtörtént a céges beszéd, elmondta a vezérigazgató, amit ott akart, és utána elkezdtetek inni, kikinek szólt be, kikit molesztált, kikivel táncolt, mi történt, jó? Írjátok meg nekünk. SMS számunk változatlan 0670-645-0000, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva. Egy jó kis David Bowie gyerekek, egy jó kis David Bowie. Így van, hát szeretjük, nem szeretjük, azért ikonikus figurája. Ugye a popzenének szegényként ő is. Megboldogult. Igen, most hallottuk reggel, hogy meghalt Lemmy is. 69, David Bowie, Lemmy 70. Jó. Igen, és amit mondta, hogy lehet szeretni, nem szeretni, korszakos volt az ember. Tehát, hogy nem lehet elmenni mellette. Igen, nektek ilyenkor nem üt eszetekbe az, hogy a következő generát... Nem? Jó. Csak lépkedsz egyre följebb is, meg, hogy ez a halál féle kis figura, ez a csávó, ez tényleg nem válogat. Ez basz, nincs, ő nem nézi azt, hogy ki vagy, mit csinált, mit tett, semmit. Ő nem válogat. Ő csak így jön és visz. Nem? Mindenkit. Senki nem menekül. David Bowie, tessé, vége. Nincs többet. Lemmy, a Motörheadből ikonikus figura. Egyszer csak olvasod. Mindig eszembe jut, és mindig kicsit szorongani kezdek, mert az ember gyarló, és azt mondja, hogy nagyon sajnálom, de egy ilyen hírnél eszedbe jut, hogy veled se fog válogatni. Nagyon ne indítsuk ezzel az új évet, de én ezen nagyon sok éven van már. Csak. És az is eszembe jut, hogy oké, ez a generáció megy most el, és lassan odaérünk majd, hogy te lépsz a helyükbe. Tehát ugye megvan a sorrend, ugye nyilván az elhalálozási sorrend, hogy volt egy generáció 60-as, mint az 50-es, a 60, nem tudom, de hogy lassan majd odaérsz, hogy a 60-as, 70-es születésű generáció kerül oda, hogy közülük kezd el. Húzzál már, ne gondolk, hogy egy céges csapatépítőről beszélgetek, hogy a hétvégén iszunk bulizó. Hogy ez a halálféle nevezetű bácsi, vagy nem is tudom ki ő, mi ő nem. Bármikor, ő nem nézi. Bárhol, bárkit. Bárhol, bárkit. Egyszer csak azt, hogy most gondoljunk bele, csak, hogy a két embert összehasonlítjuk egymásra, David Bowie-t meg Lemmy-t. Most egy évvel tovább húzta Lemmy úgy, hogy mondjuk David Bowie valószínűleg már nem ivott, nem dohányzott, már nem kokszolt valószínűleg évtizedek volt óta. Azért. Igen, volt neki is azért egy ilyen vadabb időszaka. Nyilván makrobiotikus táplálkozás, nyilván, hogy hívják, korán fekszem lealudni, nyilván nem kell hetente háromszer elővöltenem az AIDS of Space-et, érted, ahogy Lemmy-nek el kellett, és mégis, Lemmy volt az, aki egy évvel tovább húzta. Igen. Én meg leszoktam a cigiről, futkározom, normális vagy. Lehet, hogy ebbe fogsz belehalni, hogy nem tudsz rágyújtani. Hát ez az. És 90 éves korodig éltél volna. Azóta se semmi? Semmi. Semmi? Szilveszterkor sem. Ne csináld. Pedig nagyon kemény szilveszterünk volt. Kemény volt? 29-én letettük a lantot. A lantot, és harmadikán reggel vettük föl. Úgy volt, hogy nem voltunk Velencén, és aki arra járt, az bejött, aki arra járt, az ott maradt, egy kicsit megaludt, elmentünk irándulni a gyerekekkel, szerintem egy 5 literes unikumos üveg volt, igen, az egyik kollégánál, de hogy megfagyjunk. Azt a hegyekből kézenállásba seggelíted a törköit, mi? Az 4-kor volt, az már 4-kor volt. Ánuszba, ott jobban szívódik. Még másodikán olyan buli volt, hogy azt se tudom, hogy mentünk haza, óriási volt. Igen. De hát akkor látod, Lemmy napi 1 liter viszki. És az 70 éves koráig. És dohányzott végig, én meg. Szóval igen, nem válogat. Na jó van, visszatérve egy kicsit vidában témára.
A csapatépítésről beszéltünk, mert pénteken ugye mi is megyünk, és kértünk meneteket, írjátok meg nekünk, hogy mi történt már veletek csapatépítő tréningen, mert ilyenkor a nagy egymásra találások, a nagy berúgások, a nagy beolvasások, kibékülések, vagy éppen összeveszések ideje jön el, amikor az ember megtalálja azt a kollégát, kolléginát, akivel vagy hosszú évek óta nem beszélt, vagy nagyon jóban van, vagy szeretné a viszonyt egy kicsit még szorosabbra fűzni. Ugye hát ilyen próbálkozások is vannak azért, hogy de hát ha most engedi felkiáltással. Eddig nem jött össze, hát ha majd most megiszik két pálinkát és engedi, és elindulunk a célszemély felé. Hát vannak érdekes események, hogy ki mit élt már át. Elmentünk megnézni az új James Bond filmet, ez csak példa arra, hogy vannak rosszul sikerült csapatépítők is a kollégákkal. Ez volt a csapatépítő. 20 percet bírtam, majd bealudtam, a férjem bögdösött, hangosan horkoltam. Egy cégnél dolgozunk, náluk ez volt a csapatépítő. Anikó küldte nekünk. Megpróbáltam a csapatépítő megdobni a székletemmel a főnökömet. Oh, szerintem ez korrekt. A másik véglet. Ez. Mi valahol kettő közé próbáljuk belőni a dolgot, ami csapatépítőnk, tehát a mozi és a székletet dobálat. Nem talált végül, a mai napig együtt dolgozunk. Itt azért a részletekre kíváncsi lennék. Az ötletgazdára, igen, a megvalósításra, a kivitelezésre. Ugye itt bennem azért további kérdések merülnek föl, hogy hogyan és milyen alapon. Ki volt ott, ki volt a cinkostárs? Spontán tervelődött a lövedék, hogy pedig rákész. Három napja készültél rá, így gyűjtögetted. Ugye azért így van. Nagy kérdések. Így van, egy nagy mozsár volt, vagy pedig csak egy kis tábori tarac. Igen, volt a cinkostárs, egyedül csináltad. Szóval, hogy na mindegy, itt még azért lennének kérdések, de jóféle csapatépítő lehetett. Azt mondja, hogy a főnököm egy szál alsógatyában dobálta a papírpénzeket a biliárd asztal körül, ő sem volt szomjas. Megnéznénk így a mi főnökünket is. Nagyon szívesen. Azt mondja, hogy volt munkahelyemen, minden évben mentünk csapatépítő tréningre. Amikor először mentem, akkor szembesültem azzal, hogy a főnököm, aki nő volt és HR vezető, és a HR vezető, aki szintén nő, szerelmesek egymásba. Aha. Viszont kellő mennyiségű alkohol után a főnököm már rájött, hogy a fiúkat is szereti, és mindenkire rányomult, akire csak lehet. Szegény raktáros fiúkat nagyon sajnáltam, úgy menekeltek előle, mint malacok vágáskor a böllér elől. Puszi Marja. És ugye a főnöknek mit mondasz? Hát... ott be kell vállalni. Igen. A legszebb stádiumban, amikor már őszintére issza magát a társaság, utána pedig jön az én nagyon szeretlek téged stádium. Egyébként tényleg, na ez milyen jó, ez is egy érdekes stádium. Miközben azt se tudod már, hogy kitől elgetsz. Igen. Azt mondja, pár éve egy mezőkövesdi szálloda még a külső homlokzati festést is kiszámlázta, mivel egy kedves kolléga kiásított az ablakon. Azért, amikor megjön a kis számla, nem? Azóta nem nagyon mentünk csapatépítőre. Hát vagy arany eső, vagy kiásítás, ugye? Attól függ. Két gyerekes anyuka visszajött gyedről, és kieresztette a gőzt, mindenkivel táncolt, akár ismerte, akár nem. Hát viszont a tánc, azzal még nincs baj. Kérdés, hogy utána mi történt. Azt mondja, hogy én a csapatépítő tréning második estén 40 dolgozó előtt egy combrugással küldtem padlóra a góré. Hát, írta nekünk, ez is jó. Céges buli decemberben haverom a lány tesójával smárolt, picit berúgtak mind a ketten. Oh. Hát... szerelem az ilyen. Szerelem nem válogat, ugye? Azt mondja, hogy... most olvastam pont egy idézetet egy amerikai humoristától, azt mondta, hogy ugyanolyan volt a viszonyom az édesanyámmal, mint a nővéremmel, csak vele nem szexeltem annyit. Tök jó. Csapatépítéskor hajnalban az egyik kolléga kimászott kívülről a négycsillagos hotel falán, majd amikor a biztonsági őr megvilágított a lámpával, akkor lejött, mint a pókember. És a részeknek nem lesz baja, látod? Én az ilyet imádom. Gyuri, gyere már le a falról, Gyuri, a rohadt életben, másszál már le onnan, hülye vagy, én négy csillós. Én azért várom. Tehát azért én örülök, hogy hajnal kettőkor felkiáltani, hogy én vagyok a Batman, azt leugrana valahon. Itt beáll egy reflektorral és beleesne a kettő húzba. Igen. Azt mondja, hogy nekünk is volt disznóvágásos csapatépítés, reggel 7-kor kellett volna Csongrádra érni, egy kolléganőmet 10-kor a vállamon vittem vissza a hotelbe. Nem spórolt. Na, hát ilyen SMS-ek jöttek igazából, visszafogadtak, még a legdurvábbakat szerintem. Szerintem a hallgatók nem küldték el. Csapatépítésre jött még egy, megérkeztünk az apartmanba. Egy kolléganőmmel kerültem egy szobába, hajnalban a buli után mentem vissza más kollégámmal aludni. A bőröndöm diszkréten ki volt rakva a szoba elé. Szakadtunk a rögést. Igen, hogy ne zavarja őt, mikor hazaérkezik. Hogy valakivel ő már ment azért? Azonos nemű kolléganővel raktak egy szobában, de ő gondolom hamarabb lefeküdt, és úgy érezte, hogy nehogy már későbben érkező kolléga megzavarja, bőrönd kirak, old meg, aludj valahol. Ja, értem. Nálunk egy-egy szobák vannak, csak mondom, a csapatépítőn.
Most ezt vagy olvastam, vagy felmentem a honlapra, ahova megyünk, megnéztem. Igen. Vagy a levélben nem, volt küldték, benne. Küldték? Igen. Ez ilyen felhívó jelleggel? Tehát csak tudatjuk, drága kollégák, hogy egy ágyas szoba? Igen. De dupla ágy, ahol egyedül a... Nem, egy sima. Egy sima ágy. Fura lesz a feleségem, mert külön szobában aludni. Szia, igen. Szia, drágám. Próbáljátok ki, figyelj. És usonyát éjszaka. Új, de jó. Igen, aludjon. Tényleg. És ijesszem meg. Tudod. Hát éjszaka oda söndörödni mellé. Igen, jó. Halkan a folyosón éjszaka, ne vegyenek. Jó éjszakát, mi kis becsukott az ajtót. Igen, hallottam. Itt vagyok melletted. Igen. Na. Azt mondja, hogy jött még egy, havonta történnek nagyon brutál dolgok velem, trénerként dolgozom 13 éve. A legkeményebb talán az volt, amikor a multicég 3 napos tréningén a szállásadó ki akart tenni magáért, és a szervezet borkostolón egy welcome koktéllal várta a srácokat éjfél körül, mivel ingyen volt minden, legalább 3-at ivott. Másnap reggel az egyik lelkes kolléga sugárba lehányta a reggeli asztalnál a vezérigazgatót. Abban a negyedében ugrott a bónusza. Péter küldte nekünk. Hát, ezek szép történetek. Na jó van. Köszönjük szépen, megmutatjuk a beugrót, jó? Ugye? A hármas ugrásra. Hármas ugrásra, igen, ilyenkor szoktuk. Azt mondja, hogy ezt kell kitalálni. Figyelje mindenki. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Nem nehéz, de nem rossz. De Boniem nem volt benne. Kellett volna, hogy legyen Boniem? Nem, csak biztos, hogy nem volt benne. Van Boniem. Én egyet ismertem fel. Mutatom még egyszer. Kettőször szoktuk, ugye? Ja nem, van, amikor egyszer mutatjuk. De most mutathatod. Új év, na, új év van, na, még egy kicsit segítünk így. Van az elejét, azt fölismered. Igen. Valaki csak annyit, mi Szlovákiában voltunk, a céget 5 évre kitiltották a hotelből. Mesélj egy kicsit pár szóban csak, hogy mit csináltatok. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír, hogy az óra a vége felé, hogy mi helyzet az utakon, segítsünk azoknak, akik úton vannak. A 83-as főúton 2 helyen is mérnek a rendőrök, Gyarmat belterületén a Pápa felől érkezőket, valamint Győr-Szemere belterületén a Győr felé menőket, úgyhogy ott is mindenki lassítson. Aztán az M1-esen 140-es kilométernél megfordították a trafit, és már Pest felé mérnek, lehet, hogy minket hallgatnak. Dávid 94 küldte nekünk. Az M3-as 106-os kilométerénél Nyíregyháza felé menőket szintén mérik és messzelik is. Ezt Jézus küldte nekünk. Valami... Nagyon reális, hogy Jézus küldte. Köszönjük szépen. Köszönjük tovább, és várjuk az SMS-eket, például Butát. Így van. Mérnek a 21-es úton a 37-es, 38-as kilométer között a 60 felé haladókat. Aztán Óbuda, Vörösvári út áll az Árpád híd felé, lehet tudni az okát. Zsuk kérdezi. Egyelőre ezt én a falon nem látom. Viszont a 11-es főút Budapest irányában reménytelen, Budakarász magasságától lépésben lehet csak haladni. Ezt Timi küldte nekünk. Icipici lépésekben megy az M3-as bevezetője is, 5 perc alatt lehet haladni, csak pár métert, ez Heti Peti küldte nekünk, valamint Pesszent Imre városközpontban nem működnek a jelzőlámpák, és emiatt ott is óriási a torlódás. Köszönjük szépen. Ezek a legfrissebbek. Szlovákiai emberünk írt valamit? Nem érkezett. Biztos, hogy hosszabban kell megírni az SMS-t, az egy 5 éves eltiltás. Igen. Hát Anna próbált adásba rakni egy-két hallgatót, de leginkább mindenki a nagyon csúnya lerészekedésről mesélt, azt pedig nem akartuk nagyon promotálni, de hát általában ilyen azért ezek az alkohol körül forognak. Jó, ha jelentkeznétek játékra, akkor küldjétek az SMS-eket, amiket hallottunk, illetve ne az SMS-t küldjétek, hanem a beugrót. Jó? Hogy mi volt? Mi pedig jövünk. Ákos hírei után, 5 perc múlva, pontosan 9 óra. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, már élőben újra itt, január 2. hetén. Már úgy gondoltuk mi is, hogy azért... Benézünk. Úgy terveztük, egyben az évben már szabadságon leszünk, de nem.
De nem, itt vagyunk, és nagyon drágák vagytok, sokan írjátok. Mi nem szoktuk önmagunkat nagyon fényezni, másokkal ellentétben, és ezért ritkán olvasunk be ilyeneket, hogy nagyok vagytok, istenek vagytok, mennyire hiányoztatok, de a falon mindig látjuk, és jól esik, és köszönjük szépen, de mi nem ezen az úton haladunk a rádiózásban, hogy két percenként rommá fényezzük saját magunkat, viszont nagyon helyesek vagytok, hogy írtok, jól esik, köszönjük szépen, és hát láttuk az Instán is a hozzászólásokat, Facebookon is, hogy oké, a best of, de hogy jöjjünk már. Úgyhogy itt vagyunk január második hetén élőben. Andrásin a Bajza utcánál az Oktogon felé haladókat mérik, ezt kicsikülte nekünk. Aztán tényleg nem hangfelvételről mentek, beolvastátok a spanom SMS-ét. Na, megvan a bizonyíték, a spanom SMS-e. Igen, pedig óriási különbség van egyébként az élő és a best of adások között, de őt ez győzte meg. Na, hát ez meggyőzte. Igen. Erős a forgalom az M3-as bevezetőjén, ezt Pontyó küldte nekünk. Morning, hello fiúk, az M1-es 87-es kavicsánál a Győr felé haladókat fotózzák, úgyhogy mindenki vigyázzon, ha nem akar belépni az exkluzív klubba, belépő 30 000 forint, ezt Zoli küldte nekünk. Lukácsházán szintén mérik a Kőszeg felől érkezőket, aztán Nógrád megye Becske belterületén Trafi Acsa felé Tigris üzente nekünk. Mi újság Vastag Csabával? Küldötte képet, fotózkodott kora reggel, ugye beszéltünk vele, mert kint van a Golden Globe díjátadón, sőt, hát most már ugye az After Party-n találkozott Stallone-val, benne lesz majd a Best of-ban, DiCaprio-val, Lady Gaga-val, és mondta, hogy küld még képeket, de azóta eltűnt. Semmi, készített velük fotót, az illető művészek nem tudják, hogy Vastag Csabával készítettek fotót, de van fönn a Facebookon is, és ami nekem nagyon tetszett, a Lady Gaga-s képnél látni lehet a Golden Globe-ot is. Ugye Lady Gaga is friss Golden Globe-os az American Horror Story-ban való szereplése kapcsán, és ott van rajta a Golden Globe díj. Igen, az a kép egy kicsit olyan, mintha valakit megbízott volna a Csabi, hogy a más mindjárt a másik oldalára odaállok, mintha együtt néznék valamit. Szilveszter, léci. Most csinálnak! Szilveszter, emlékszel, én vagyok a magyar fiú, tudod, emlékszel, annak idején, hogy ott voltál, forgattál, tudod, a menekülés győzelem, emlékszel? Hát szerintem kiszeltünk. Amikor én lepartott kiszeltődőt, legalábbis tündi ezt állítja róla. Mutattám a képet. Ugye, mutattám a képet, ez a nő Magyarországon azt állítja rólad, hogy te elkaptad, csak tud. Mielőtt megeszed azt a nem tudom mit. Hát úgy hírlek egyébként, hogy tényleg csapást vágott a mangrove mocsárban. Hát kellett, igen. Négy bozott vágókést fentek meg közben köszörül. Így van. Igen. Minden eset rájátok, tényleg odaért. Így van. Legalábbis megjugrott a Damilos fűkasztába. De így akart el a fűk az egy... Elfüstölt a trafó. De most azért ez két emberről mindig az egyik állítja, ugye? Tehát azért, igen, azért ez bárki állíthatja. Tehát én is mondom, hogy lefeküdtem a Charlize Theronnal, vagy Sharon Stone-nal, azért ez még kevés ahhoz. Tehát ez kell a másik. De nem rossz, Tari, mesélnél? Ugye? Mi hát, nem volt? Ugye, akkor a műsor volt, megőrültök. Tehát ez csak Tünde állítja. Stallone-t még soha senki nem kérdezte meg. Van közös képük. Miért nem megy oda most a Vastag Csaba Stallone-hez és mutatja meg neki a képet, hogy do you remember? Igen. Miért nem mutatja meg? Hát te adni kellett volna valami küldetést a Csabának tényleg, hogy mit csináljam ezen a kis after party. Hát lehet, hogy neki is lesz nagy sztoria. Levartam DiCaprio. Hát, az kemény. Ott a DiCaprio-ról olvastam most, ami nagy amerikai magazin próbálja őt leleplezni, hogy hát, nyilván mindenkiről megírnak mindenki. Mondjuk jó a fedő sztoria nekem azért. Hát igen, de ugye hát nagyon komoly szerződéseket írat alá modellekkel mindenkivel, ugye 2-3 havonta jönnek az új lányok, mindenkinek alá kell írni, hogy nem nyilatkozik, és hogy ezek a lányok ugyan kihasználják, hogy futnak 2-3 hónapig a DiCaprio-val, de hogy nagyjából semmi nem történik, mert olyan forró, mint a kája. Hát ki tudja. Tényleg. Ki tudja. Hát nem, mind a baj lenne, ez nem mond le a színészi kvalitásaiban, engem aztán senki nem érdekel a nemi identitása, mert nem ettől jó vagy rossz valaki. Baromi jó színész, tehát a Tom Cruise-ról is mondják meg sok mindenkiről. Ez az ég egyet a világon semmi baj nincs, csak hogy nála is, pont most próbálja az egyik, nem tudom, amerikai, én maga azt nem tudom, leleplezni, meg begyűjteni a bizonyítékokat, megszólaltatni azokat a nőket, akik 3 havont ugye cserélődnek mindig ilyen 45 kilós ilyen szőke szupermodellek, én milyen gyönyörűek, hogy ott komoly titoktartási van. És a lányoknak jó, mert befutnak. Bildan Zontag.
A DiCaprio-nak jó, mert nem derül ki a sztori, hogy valami. Hát nem tudom miért, egyébként annyi csaj szereti, hogy most akkor nem ülnének be a filmekre? Tehát én 20 évesen mondjuk csaj vagyok, és megnéztem a Titanicot, és sírtam, hogy ott elsüllyed. És én szerelmes voltam vele, de közben felnőttem, és lenyilatkozom most nekem 40 éves nőnek, hogy ő meleg, akkor én utána nem ülök be a filmjeire, mert megtudtam, hogy a szex idolom a pasim, egy ki meleg, nem a pasim, csak tetszik. Attól még levon az értékéből, mert látok ezért semmit. Tartják ugye titokban, hogy egy szexszimbólum nem derülhet ki róla, róluk, ha meleg, hát sem tudom. Keresett posztert vesznek a lányok. Nem, vagy tudom, hogy kevésbé nézik meg a tinik, tényleg? Hát nyilván egy milliárdos iparág, tehát hogy féltik ezt a dolgot. A fene se tudja. És ráadásul nála nincsenek ilyen közvetett bizonyítékok sem, mint mondjuk Travolta esetében. Igen, Travolta, tehát azért 4000-szer plusz. A közvetett bizonyíték alatt azt értem, hogy bajuszos férfiakkal csókolózik. Hát az csak olyan szögből van fotózva, azt mondták. Igen. Ott, ahogy a repülőgép leszáll, és akkor Travolta lép fel a lépcsőn, jön le az első kapitány, vagy nem tudom ki az. De a bajuszos férfi szájából fotózták Travolta. Hát úgy, de úgy, igen, olyan szögből. Igen. Na, viszont történtek komoly dolgok is, és azért mi szoktunk ebben a műsorban komoly dolgokról is beszélni, mindenképpen akarok a kölni eseményekről, mert az egész egyszerűen megdöbbentő, ami történt, és ez a szilveszteri esemény, és nagyon sok tanulsága van a történetnek abból a szempontból, hogy utána, akkor hogy reagált a rendőrség, és azért ezt nem azt mondom, hogy szerencsés látni, vagy jó érzés látni, mert nyilván nem, egyáltalán nem, de hogy nálunk azért szerencsésebb történelmi fejlődési országban sem egy zökkenőmentesen a dolog, hogy például a rendőrség totálisan töketlenül kezelte az egészet, a nyilatkozatokban is, a polgármester nyilatkozatában is, aki egyébként nő, és olyan marhaságokat nyilatkozott, hogy elképesztő. Tehát azt hinnéd, hogy ott azért egy kicsit más a hozzáállás, vagy értik a valódi problémát. Nem? De nem értik ott se, ha egy polgármester olyat tud nyilatkozni, amit nyilatkozott, majd erről kicsit beszéljünk később. De magáról az esetről először, hát ha valaki nem hallotta, hogy a kölni szilveszter pályaudvar, rengeteg bulizó német fiúk, lányok, és több száz, hát egyesek szerint ezer hordába csapatba verődött észak-afrikai arab kinézetű, mint egyébként az események után csak pár nappal kiderült, hogy ők is ugye migránsok voltak, ezt is megpróbálták titokban tartani. Férfiak először tűzijátékoztak, aztán kisebb-nagyobb csoportokban megpróbálták a nőket leválasztani, és mivel nem történt rendőrségi beavatkozását, szexuálisan bántalmazták, molesztálták őket, több nőt állítólag megerőszakoltak, kirabolták őket, elvették a telefonjukat. Tehát szörnyű szemtanúkat, nyilatkozatait olvasta az ember, hát elképesztő, hogy ott egyébként mi történt, és mi történhetett. Igen, nem? Hogy igen. Nőket választottak le az egyébként normálisan bulizó férfiakról, kerítették el őket, és inzultálták, bántalmazták őket szexuálisan. Hát és itt a töketlenkedés, ez nem csak a későbbi nyilatkozatoknak a formájában jelenik meg, hanem az ottani intézkedések hiányában is. Tehát, hogy azért, hogyha itt ilyen 100 fős, adott esetben 1000 fős, jó, lehet, hogy ezek túlzó számok, de ha több száz fős csapatokról van szó, akkor is nonsense, hogy ez bekövetkezhet. Tehát erre hogy nem lehetnek felkészülve? Hát úgy nem lehetnek felkészülve, hogy itt valószínűleg az az eset zajlik megint, hogy most már olyan szinten van ez a migráns kérdés ott is, érted, hogy nem tudod, hogy mit tehetsz meg, és mit nem tehetsz meg. Igen, azt kellett volna megtenni, hogy állampolgáraid védelme érdekében azonnal kivezényeled a lehető legtöbb erőt, amit tudsz mozgósítani. Igen, ám, de ott van, hogy akkor úristen, most mi lesz a migráns kérdéssel, érted? Hogy neki mehetsz-e a migránsoknak, hiszen ők a szegény migránsok még hát, akkor is, igen, még akkor is, ha ugye, igen. Ha 500 ember inzultálja a szilveszterezőket. Készen, de micsoda pánik volt, hogy pár napig ugye le se hozták, hogy migránsok voltak. Nem merték beismerni. Ugye nem mondták el. De hogy milyen újfajta bűnözés ez egyébként? De megjelennek ezren, hirtelen összeverődnek, ugye kiderült, hogy Skype-on, MSN-en, Messenger-en, chat-en, mit tudom én, beszélték meg, és ott van egyszer csak 800 ezer ember. Kötőjelre mondtam. És ha nincs ott mondjuk 100, 200, 300 rendőr, aki tud oszlatni, aki tudja ezt kezelni, ez 10-20 rendőr nem tudja kezelni. Nem. Mert egyik sorokban ez történik, másik sorokban az történik, tehát ha nincs legalább 100-150-200 rendőr, aki erre felkészül és kivonul, akkor ezt nem tudja kezelni. Tehát ez ami teljesen új formája egyébként a bűnözésnek, és hogy hát igen, itt az integrálás kérdés, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mi esély van arra, hogy ők megértsék, hogy ez egy teljesen másik kultúra. Mert amit például nyilatkozott a polgármester is, hogy jobban el kell magyarázni a más kultúrkörből érkező embereknek, hogy ne értelmezzék a testi közelséget rögtön szexuális célzatú közeledésnek. Tehát, hogy az eszem megáll, amikor ezeket a nyilatkozatokat olvasom.
Érted? Tehát, hogy ő egyébként ezt gondolja, mint főpolgármester, ő mondta ugyanezt, hogy nőről van szó, hogy a nők a jövőben tartsanak kartávolságot. Na erre mondtam azt, hogy azért ilyenkor az ember kicsit megnyugszik, hogy jó van, azért nem csak mindig nálunk mondanak elképesztő blödségeket és hülyeségeket. Tehát nálunk volt a rendőrségnek az a tehetsz róla, tehetsz ellene kampánya. Igen. Ami nem sugalt más, mint azt mondta, hogy ha megerőszakolnak, akkor te is tehetsz róla. Hát ennél nagyobb baromságot az ember nem hallott az elmúlt pár évben. Nem? Hogy egy nőnek, akit megerőszakolnak, nem az áldozat. Az áldozat nem tehet erről. Se akkor, ha szoknyában volt, se akkor a miniszoknyában volt, se akkor a kirakta mellét, az nem ok arra, hogy valakit megerőszakoljunk. Erre a főpolgármesternő elmondja, hogy kartávolságot tessék tartani, normálisan felöltözni, nem kihívóan. És abban az országban, ahol te élsz, abban a kultúrában, ami a sajátod, neked kell odafigyelni arra, hogy ő az... Hogy mondja, ne hergeld őket. Ne herged, plusz az ő kultúrájában, ha egy nő hozzád ér, az azt jelenti, hogy meg lehet. Igen, csak ez számtalanszor citáltuk már előtte, tényleg Rómában vagy a rómaiak, tehát hogy tőlük szerintem az az elvárható minimum, hogy tiszteletben tartják, ahogy mi tiszteletben tartjuk az ő kultúrájukat, ők is tartsák tiszteletben a mi kultúránkat, akkor, amikor a mi otthonunkban tartózkodnak, nem? Hát hogyne, igen, és ezt kartársak, hát olyan mémek jelentek utána meg a kartávolságról, ugye, hogy azért ezt már egyszer átéltük, amikor nők karlendítéssel próbálták megmutatni, hogy mi is az a kartávolság egyébként, tehát elképesztő, hogy mit kapott. De hogy egy mondat, vagy egy szerencsétlen félmondat erejéig is azt mondani, hogy a Kölnben a pályaudvaron megjelenő nők egyébként lehet, hogy hibáztak, vagy hibázhattak, vagy később viselkedjenek úgy, hogy ne hibázzanak és ne bántsák őket, hát amikor egy 1000 fős horda, mert erre tényleg nem lehet máshogy tekinteni, összeverődik, és az ártatlan szerencsétlen nőket egyébként leválasztják, és bántják őket, és valaki még ott Németországban, aki egy polgármester, főpolgármester azt mondja, hogy jó, hát nagy hiba, amit elkövettek, de azért ti nők is nagyon vigyázzatok arra, hogy mit csináltok. Legközelebb legyetek résen. Vigyázzatok, több pasival menjetek, tartsatok kartávolságot. Ne, 40 ilyennek, aki egyébként ott állsz egyedül nőként, és ott fogdosnak, molesztálnak, nem tudom, majd megpróbálsz kartávolságot tartani, azért az egy érdekes lehet. Na látod, ilyenkor nem szabad szempont lenni, hogy melyik kultúrából érkezik valaki. Tehát, hogy itt az erőszak, vagy az erőszaknak a lehetősége, az mindenkit ugyanúgy, mindenkire ugyanúgy érvényes, hogy ez bűncselekmény. Én nem is értem, csak azt mondják, hogy felmerült, hogy kiutasítsák őket. Nem ez. Tehát az ebben az esetben miért nem azt kommunikálják, akik azért rutinos politikusok, akik azért az elmúlt 10-20 évben szocializálódtak úgy egy olyan politikai kultúrában, hogy nagyon tudják, hogy mikor mit kell mondani, mikor kell hallgatni, mikor kell megszólalni, és ha beszélek, mit mondok. Azért ebben például tényleg a németek nagyon jók. Igen. Ehhez képest óriási blödségeket mondanak, és talán a Merkel mondta, hogy felmerül, hogy akkor ezeket az embereket ki kell utasítani, aztán keményített már. Így van, folyamatosan, így van. Ugye? De hogy a bűncselekményt követel közülök, attól megvonják a menekült státuszt. Így van, utána már utána, hogy akkor egyértelműen megvonják. Azt felmerült bennetek a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy ezt senki nem vette észre a szervezkedést? Mert ez nyilván azért, ez mondjuk legalább egy egynapos buli, hogy 1000 embert összehoz egy helyre, nyilvános kommunikációs csatornákon, tehát Facebook, Skype, igen, de lehet, hogy ezek igen zárt közösségek voltak. Hát lehet, tehát, akkor hogy... is, de akkor hol van az a híres német titkos szolgálat, érted? Tehát, hogy ezt nem veszik, azért 1000 embert egy helyre összegyűjteni. Nézd, ha nem terrorcselekmény készül, csak az, hogy gyere te is buliza a téren, találkozzunk, gyertek. Ugye hát köztük is van nyilván némi összefogás. Tehát, hogy ők kommunikálnak, beszélnek, hát nem azt mondja, hogy ismerik egymást, de hát a saját nyelvükön azért ők ugye. De ha nem merül föl, hogy ők valamire készülnek, csak azt olvasod, hogy gyűlnek. Hát a szilveszterkor azért sok helyen vannak, sokan. Több százan, több ezren, New Yorkban, Amerikában, különböző tereken, pályaudvarokon, hát sokan gyűlnek. Tehát azért ez így ebben a formában, ez azért mondom, hogy ez egy újfajta olyan típusú bűnözés, amire a rendőrségnek fel kell készülni, hogy gyorsan szervezkednek, sokan megjelennek, hirtelen ott vannak, majd utána mindenki egy sötét utcába, sikátorba eltűnik, és baromi nehéz őket megfogni, beazonosítani, nyomon követni. De ez is kérdés, hogy miért 3 nappal utána derül ki, hogy menekültek voltak. Akkor valójában menekültek voltak, vagy csak felmerül 3 nappal később, hogy kommunikáljuk azt, hogy menekültek voltak, mert most az egyéni érdekünk ezt vagy azt mondja. Nem? Ja, nekünk most jelen pillanatban akkor... éppen azt mondja, hogy menekültek voltak, mert akkor tudjuk zárni jobban a dolgot. Hát én vagy a hangulatot lovagoljuk meg, és azt mondjuk, hogy menekültek voltak, mert van most már Németországban is azért egy nagyon erős menekült ellenes hangulat. Tehát, hogy miért 3 nappal utána? Érted? Az óvatosság, persze. Nem merték mondani? Én azt mondom, amit a Jani, hogy az óvatosság. Nem mered azt mondani, tehát meg kellett, a bizonyságot kellett erre találni, hogy mondjuk a 800 emberből, érted, legalább 600 menekült, na akkor mondhatjuk azt, hogy ők menekültek voltak. Hát igen, én továbbra is fenntartom, mert ezt nekem milyen híreknél mindig a szememre vetik azt az annás beszélgetést,
hogy na hát látod, Bali, te ezeket védted, meg őket védted, hogy azért van különbség. Én még mindig azt mondom, hogy van különbség. Persze, az országából menekülő, normális, bajba jutott, családapa, családanya, gyerekes, a terrorista és az ilyen aljas személyét büntetett elkövetők között. Tehát nem vehetjük őket akkor se egy kalap alá. De menekülteket, rászorulókat vétél. A nagyon nehéz kérdés, hogy teszel különbséget, de én nem mondom azt, hogy akkor senkit ne engedjenek be, én nem mondom azt, hogy feküdjenek gyerekek félmeztelenül cipőben, ne kapjanak segítséget, és mindenkit egyértelműen ki. Tehát én még mindig nem mosom össze őket, ahogy a terroristát se egyébként a menekült el. Mert nem ugyanaz a kettő. Hát, én továbbra is azt mondom azért, hogy bűnözők, antiszociális elemek, olyanok, akik tényleg nem tudják hitelt érdemlően bizonyítani azt, hogy tényleg olyan országból érkeznek, olyan helyzetből menekülnek a családjukkal együtt, ami tényleg jogosultá teszi őket a menekült státuszra, az olyan embereknek nincsen keresni valójuk Európában. Egyébként én amúgy is azt gondolom, hogy ahogy mi is tiszteletben tartjuk az ő kultúrájukat, hogyha mondjuk egy iszlám országban megyünk el, ahogy én sem megyek be egy mecsetbe, cipőben, rövid nadrágban, ahogy elvárják a feleségeinktől, a lányainktól is azt, hogy valahogy viselkedjenek. Az a baj, hogy ez ennél sokkal, igen, én értem, amit mondasz, de hogy neked van egyfajta neveltetése, de hogyha ők egy olyan kultúrkörből jönnek, ahol a nő nem ember, nem számít, a tulajdonom, azt csinálok vele, amit akarok, akkor ő itt ezt éli meg, érted? Mert neki ez a természetes. Tehát itt egy olyan tanítás, egyfajta átnevelés, én nem is tudom, mi a jó szó kellene, ami alapjaiban változtatja az ő hitrendszerét, világnézetét, vallását, mindenét, mert hogy hát nagyon sokan gondolkodnak így azon országokban, hogy a nőkről, hogy eszköz lejjebb van, nincs a férfi szintjén, bármit megcsinálhatok vele. És nem csak az előbbi eszköz, hanem a másé is. Igen, másé, te nem fogod tudni egyfajta elbeszélgetésre letéríteni, mert ez egy hitrendszer, amit azért ennél sokkal bonyolultabb átalakítani valakiben, és azt mondani, hogy akkor vegyél föl egyfajta másik ráadásul hitrendszert, vagy felejtsd el, amit eddig tanultál. Nemrégben hallottam egy nagyon érdekes információt, szerintem egy elég fontos adalék lehet, hogy velük kapcsolatban, az ő viselkedésükkel kapcsolatban, egy iszlamológussal készítettek egy interjút, és ő mondta, hogy őket nem foglalkoztatja mi kultúránk, nem is tudnak róla semmit. Nem is érdekli. Nem érdekli őket. Nem érdekli. Tehát, hogy ahogy például mondjuk az európai vagy a nyugati típusú társadalmakban mondjuk vannak iszlamológia szakok a különböző egyetemeken, ugyanúgy náluk nincsenek a keresztény kultúrkörrel foglalkozó szakok az egyetemeken. Mert őket nem érdekli, nem foglalkoztatja, nem nyitottak ebbe az irányba. Na igen. Érdekes jövőkép, ugye, hogy német fiatalok védik majd meg a barátőiket, feleségeiket az utcán, és csapnak össze több ezren Németországban. Hát, Németországban észak-afrikai arab tömegekkel, akik pedig megérkeztek ide, és hát nem akarják tulajdonképpen sem elfogadni, sem tudomásul venni, sem átvenni, sem megtanulni az európai emberek kultúráját, hitrendszerét, és azt gondolják, hogy ők azáltal, hogy itt vannak, ők otthon vannak, és azt csinálnak, amit akarnak. Azt írja az egyik kedves hallgató, hogy sajnos Jani fotel náci, miért is vagyok az? Azt most én nem tudom, hogy ő ezt miért írta. Igen, én a megoldást nem látom. Alapjelvű, nem mondtál semmi rosszat. Tehát a megoldást nem látom, mert itt azért ez nem egy olyan típusú, érted, bűnözés, hogy tényleg valóban betörnek, megfogod, elkapod, hanem te teljesen más típusú, aminek az európai rendőrségnek... Nincs azonosítható ember benne, érted? Tehát, és akkor megint visszatérünk az alapproblémához, amiről annak idején is rengetegszer vitatkoztunk, hogy ott most volt 1000 ember, akiből valószínűleg egy csomót nem is tudunk, hogy kicsoda, érted? Még ha arcképed is van az utcai kamera, ha rögzítette is, nem tudsz hova nyúlni, nincs róla adatbázis, nincs, nem tudod, hogy hol lakik, nem tudod, hogy honnan jött, ha ő tényleg migráns. Tehát, hogyha 800 semmi. Vagy 1000 ember migráns, akkor nem tud előállítani, és akkor megint ugyanoda nyúlunk vissza, hogy tudni kéne, hogy nem kik tudod, ők. Hát bejött 1 millió ember, 8000 ember, nem tudod. A megdöbbentő pont, olvastam, igen, hogy Svájcban ki akartak utasítani menekülteket, mert nem igazolta, nem olyan országból jöttek, ahol valami háború van. És csak Svájcban, hónapja olvastam, nem jól számot mondok, 15-20 ezer ember szívódott föl, és vonult illegalitásba. És azt gondold el, 15-20 ezer ember, aki már nem tud majd normális bejelentett fizetésért dolgozni, aki elkiseredett lesz, aki számkivetett lesz, aki előbb-utóbb azon rendszer ellen fordul, amelyik országban éppen él, mert harag lesz benne, frusztrált lesz, 15-20 ezer, nem 500, nem 1000, nem 2000. De ez csak Svájc, el. Most mondasz, igen, ez csak el. Svájc. És akikről nem tudod, hogy hol tehát vannak, nem, és mit csinálnak. Nem tudod, és miből élnek. Hogy hol vannak, mit csinálnak, mire készülnek, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, és nagyon messzire mutat, hogy mi a megoldás.
Ez egy Németországban, Svédországban valószínűleg 100 000-es tömeg. Aki most például már mondjuk a 70-es években oda költözött arab rokonainál lakik. Úgyhogy nem tudnak róla. A kis szobában 5-en. Érted? Igen, ez egy teljesen másfajta mentalitást követel a rendőrségtől is, és lehet persze Európát a demokrácia bölcsőjének mondani, de itt egyszerűen nem lesz más, mint az a fajta bekeményítés, ami szörnyű, hogy ide jutottunk, de hát hogyha tulajdonképpen téged megtámadnak, akkor arra előbb-utóbb reagálnod kell. Nem? Igen, de bűncselekmény, de az igen, hogy felvonulnak, hogy fegyver van náluk, hogy ott vannak, hogy 300-an vannak, hogy ha megmozdulsz, lelőnek. Tehát azért Amerikában látod, hogy milyen respektje és tisztelete van a rendőrségnek. Ott tényleg egy autós igazoltatásnál föl kell tenned a kezedet a kormányra, egy rossz mozdulat. Ott nem szórakoznak, de tényleg. Meglátsz egy rendőrautót, ott látod az amerikaiak, hogy vigyázba állnak. Olyan szintű félelem van. Sima, nem követtél el semmit, de jön a rendőr, és... Az a biztos. Nem akarod átélni, amikor igazoltatnak, és mondja, hogy akkor most tedd fel a kezedet a kormányra. Egy sima, egyszerű közúti igazoltatás, mondjuk ott nem úgy igazoltatnak, hogy kiszednek, hanem a gyorsan mész, cikázol, egyébként nem bántanak. De nagyon kemények. Tehát, hogy erre az európai rendőrségnek is fel kell készülni, ez már nincs ez a... akkor most 3 nap múlva majd nyomozgatunk és 2 előállítunk, hanem ha ott azonnal nem teszel rendet és nem csapsz szét, akkor egyszerűen bántani fogják azokat az embereket, akik viszont itt érzik otthon magukat, itt élnek, és ez a hazájuk, nem? Szegény nők. Hát képzeld el, hogy elmész egy ilyen helyre a barátoddal, feleségeddel, és egyszerűen nem tudod, hol van. És itt sikítozik valaki, ott sikítozik valaki, hát elképesztő. Borzasztó, borzasztó. Igen. Na jó, játszunk, jó? Egy kicsit vidámabb témával, de hát erről kellett beszélni, azért ez sokakat érinthet ez a hír, ugye, és hát téma volt, és sokan beszéltek róla. A politikai dilettantizmus az viszont abszolút, erről már beszéltünk. Döbbenetes. Hogy egy kölni főpolgármester azt mondja. Igen, vagyunk mondjuk Németországon belül is. Ezt itt mondja valaki, azt mondja, jó, hát itt már annyi mindent hallottunk, és olyan sokszor olyan hülyeségeket beszélnek, de azért ott. Na látod, ott is van ilyen. Igen. Nem csak itt, tessék. Hát a Németországon belül is az álláspont szinte tartományonként változik. Igen. Tehát, hogy a mások felszisztentek persze. Van. Hogyne. Igen. A bajorok valószínűleg másképp fogalmaztak volna rögtön. Igen. Na játszunk, itt van a játékosunk már is. 3-as ugrás játszunk valakivel. Mindjárt játszunk, gyerekek. Csak... Istenem, figyelj, 2,5 ki volt az, aki átrendezte a szignált? Senki, csak már, hogy hívják. Annyira beálltak a gombok. Nyomom már is. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok! Hello, Ági. Így van. Honnan hívtál minket, Ági? Budapestről. Budapestről mit csinálsz? Jelenleg egy hatalmas nagy irodával ülök és dolgozok, illetve most nem, mert most veletek beszélek. Egy bankba vagyunk itt a folyamat szervezésen. Hát ilyen szabályozás, stb. Kicsit komplex dolog. Ez jól hangzik. Összetett. És akkor most van, aki segít, vagy egyedül, vagy vannak ott? Van, igen, vannak itt körülöttem páran, igen. Uh-huh. A milyenek a kérdések, János? Nagyon könnyű. Szuper. Imádba fogod foglalni a nevemet. Amen. Többször is. Így szól az első kérdés. Mely keresztény ünnep kötődik január 6-ához? Vízkereszt. Így van, de ügyes. Aztán mehetünk tovább? Így van, megyünk. Milyen fajtájú hal Némo és Pizsi a Némo nyomában című? Bohóc hala. Végig is, hogy van. Ez volt a visszafelé beszélésben is. Annyira meglepődtem rajta. Hogy? Mert egy ez volt a visszafelé beszélésnél, ugye ez volt a feladvány. Így van, és azt is hallgattam, igen, és azt is tudtam. Nagyon jó. Menjünk tovább? Megyünk, persze. Melyik ország őslakosai a maorik? Maorik. Hát valami... Ütöd a gépet, hallom. Közép-amerikai, az biztos. Nem. Új-Zéland? Talán a közép, nem is észak, de... Nem is, akkor... Körbejárt. Nem, azért, mert a maori festés az megvolt, és az inkább olyan hawaii mintára emlékeztet, de... És beugrott Mike Tyson, ő pedig észak-amerikai. Új-Zéland, de jó volt. Jó volt, ügyes vagy. Ezek szerint van széles sáv nálatok is. Így van. De ez nem baj. Nem, mi úgyis halljuk, ha valaki interneten keres. Megvan az ajándékcsomag, gratulálunk! Szuper! Köszi! Nem is kellett a többi kolléga segítsége. Ági, ügyes volt. Kicsit igen. Azért mindenki dolgozott rajta, mi? Igen. Mondjuk úgy, hogy nem én pöcsögtem. Ja, más pöcsögtem. Igen. Oké, köszi Ági, ciao. Köszi, sziasztok. Hello.
Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, 8:30, ó, hát az már nagyon rég, ez úgy látszik, 2016-ban sem. Holnap is. Holnap is lesz 8:30, ne felejtsétek el. 9:50, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9:45 lesz, pontosan 5 perc múlva. Itt vagyunk? Itt vagyunk. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mi történt velünk ma reggel. Megismételjük az egész műsort. Megismételjük az egész műsort, igen, délig. Azt mondja, hogy felhívtuk Sipos Gábort, ugye, mert hogy Golden Globe díjat nyert a Saul fia. És hát ez egy hatalmas dolog. A magyar film és a magyar filmgyártás újra a világ középpontjába került, megszólaltattuk. Éppen az Arany Globus díját adó gála utáni after partin volt Gábor, ott tudtuk elcsipni, és kiderült, hogy Vastag Csaba is ott van ugyanezen a partin, mert hogy ő kint van éppen Amerikában, és sikerült bejutnia erre a partira, úgyhogy őt is felhívtuk, mesélj el, hogy mit csinál Stallone, DiCaprio és Matt Damon. Kicsit fájt a Csaba felsorolásában, ezt most így utólag jutott eszembe, hogy sorolt, hogy kikkel találkozott, és hogy nem mondta a Saul fia gárdáját, érted? Mert így most már mondhatnák Golden Globosok, nem? Bizonyám. Ha? Ehelyett Lady Gaga-val fotózkodott. Egy Lady Gaga, meg egy Stallone. Igen. Úgyhogy erről beszéltünk, őket hívtuk, valamint szóba jött a csapatépítő tréning is. Nagyon helyes SMS-eket kaptunk, hogy kivel mi történt már csapatépítő tréningen. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 múlt 3 percet. Csabi, hello, jó reggelt. Jó reggelt, szevasztok. Hát, na, hát nem tudom, hogy megismerlek-e még titeket. Ti vagytok azok tényleg, mi? Valóban? Szevasztok. Mi vagyunk, igen. Rajta a Szabadság király, te ne szóljál egy szót se. Na nehogy már most meg te szóljál be. Nem szóltunk be, csak jeleztük, hogy évközben emlékszünk arra, amikor te hetekre eltűnsz. Hetekre? Hetekre, ugye? Jól összefolynak, mondom. Abszolút hetekre. Hetekre. Most nem kell ezt a rövidet itt a szemünkre hányni, hogy nem ez volt a vicit. Igen, nyára hosszabbat tervezünk. Bármennyit is veszünk ki, Csabi, te maradsz az örökös bajnok. Jó van, na majd mindjárt megyek a főnökhöz, megkérdezem, hogy idén hogy állunk. Aha, hány napot hozol át a múlt évről, mi? Ne, hál' Istennek, nem hozok. Én mindig az előre törvény által kiszabott kereteket én mindig teljesítem. Hát mi is ezért mondtuk, hogy most először vegyük ki az összeset, kezdjük el januárban egy ilyen kis 5 nappal, de még így is marad jó pár, úgyhogy évvégén mindig rájövünk, hogy egy csomót bent hagyunk. De legalább jó volt, nyugtassatok meg, tehát kipihentitek magatokat. Jó volt. Hogy pihentük. Jó volt. Az ember sokszor úgy érzi, hogy fáradtabban jön vissza, mint hogy elment, de jó volt. Tehát azért meg lehet szokni a nem korán kell, és gyorsan hozzá lehet szokni. Testileg persze, el vagy fáradva, de agyilag, tehát nem feszít semmi. Janit sem. Hát engem korábban sem feszített. Egyikünket sem feszített előtte, se nagyon semmi. Tehát ezzel nincsenek problémáim. Nagyon az agyam nem feszít, olyan kicsi, hogy... Feltöretlen ugar. Csak a koponyám van, az agyam nincs nagyon. De neked jó volt, Csabi, pihentél, játszottál, koncerteztél? Két ünnep között egy kicsit én is pihentem, bár karácsonykor is és szilveszter napján is azért adásban voltam. Volt koncert is, szilveszter napján is, már most hétvégén is koncerteztünk egy utó szilvesztert. Neked is, vagy csak a mágának? Mágának. Neked volt koncerted? Ja nem, nekem volt koncertem, ja, tehát úgyhogy a zenekarommal koncerteztünk. Mága koncerten most nem voltam, most idén kihagytam. És, szétszedtek benneteket? Imádták a zenekar? Képzeljétek el, hogy a szilveszteri buli is nagyon jól sikerült. Én egy kicsit mindig félek ezektől a szilveszteriektől, főleg tavaly, ugye, tehát egy évvel korábbi szilveszteren, amikor mínusz 17 volt, akkor nem nagyon szerettek az emberek szabadtéren mulatozni. Ugye aztán az összes szabadtéri buli sikertelenségbe fulladt. Ehhez képest most idén ott nyárunk, nálunk a főtér az teljesen tele volt, tehát hihetetlenül megtelt, jó hangulatú, vidám. Megismertek, kiabáltak, hogy Múzes Anyi! Nem, pont azért volt jó, mert nem ismertek fel, mert volt rajta egy Mikulás sapka. Mikulás ez az a zenekar, amiben a polgármester is benne van? Nem. Mert akkor kötelező kijönni, gondolom, az egész kerületnek, ez most játszik. Az Abaházi Grup volt. Még egy körzenekar, amiben a polgármester barátom játszik, azzal csináltuk grup. Tegnap előtt az utószilvesztert ott a Csekóban, és az is nagyon jól sikerült, az is telt házas volt. Úgyhogy eddig minden jól működik, eddig jó az idei év. Hát akkor eddig, amíg nem találkoztam veletek, azt kezdtek savazni, és akkor majd de most elkezdtek. Csak érezd a szeretetet, hogy semmi. Ez semmi az? Jaj, de drágák vagytok, ha ez az. Köszönöm szépen. Na, azt mondja, hogy hívjuk a naphallgatóját. Na, legyen a legfelső. Tényleg, hogy döntöttetek el a polgármester zenekarba, hogy ki mi játszon, ami nem akart ő? A persze ő. Mit szeretnél? Polgármester úr, kérlek.
Pozá. Mimiben a legjobb, ne vicc. Aha. Mikor, ugyanazt játszom mind a két banda, vagy nem? Nem, nem, nem. Van átfedés. Az a Baház és a keresztül grup is. Fogad? Még egy esélyt, Laci. Még egy esélyt adjunk neki, ha nem megy, akkor nem. Nehogy már az első nap hallgatója ne legyen meg. Gyerekek, örültek az ajándéknak, új focilabda, gondolom fociztatok ne. Végig. Nem kaptak semmit, nem hiszem. Nem, de jó. Dehogy nem. Gondolhatod. Bayernes melegítő, Barszás melegítő, minden, ami foci. Te jó. Rumenige haj, Lidbarski karikala. Ő lett volna a naphallgatója, aki széklettel próbálta föl. Ó, tényleg. Meg akartam tőle kérdezni, igen. És értem, miért nem veszi fel. Hogy kartács volt, vagy bunker romboló. Igen. Na, Csabikám, remek zenék? Jaj, de vártam ezt a kérdést. De hiányzott. Volt. Velellót hozok nektek. Újat? Újat, legalább mondasz, újat, hogy újat. Újat hozok, mert hogy ugye a tavalyi év az teljesen az övék volt. Mindent learadtak, amit le lehetett aratni, illetőleg majd jönnek a díjátadók, és akkor majd kiderül, hogy a szakma is úgy gondolta el, mint a közönség. De most van egy kicsivel komolyabb daluk, mint az eddigiek. Ugye ők szeretnek viccelődni. Ez a késő már ez egy ilyen szerelmes dal. Úgyhogy ezt fogom nektek most megmutatni, mert érdekes a Well Hello-tól. Elhagyós. Ugye, hogy a dalt, hát, a késő már címből azt kicsit érzem, késő hogy... jönnek rá a benne éneklő fiatalok, hogy talán többet is tehettek volna a szerelmükért. De gyönyörű. De és még egy kérdés, Csabi, mert te már régebben ben vagy, mint mi, már reklámozzák a 2016-os havasi koncertet? Még nem a karácsony. Még nem hallottam. De lehet, hogy most először elindul. Az óriás plakát jönne fele. Ja, igen, és csak utána. Óriás plakát, tényleg, és utána a rádió. Nézzük már meg, tényleg idén kinek lesz az első aréna koncertje decemberben. Tehát én azt mondom, hogy legkésőbb áprilisban meglátjuk. Igen? Biztos. De hogy ki az az előadó, aki a 2016-os decemberi aréna koncertjét a leghamarabb kezdi el reklámozni. És nem akarsz mindenkit beelőzni ezzel a Tilinkóval, vagy mivel játszottál itt még tavaly is ígérted neki? Tilinkó, te! Tilinkó, igen, valakinek a Tilinkójára kockázat. Belefújhatom a Tilinkóját? Nem, azt nem. Én szerintem a Havasi már áprilisban elkezdi a Arena koncert. Igen, először óriás plakát, aztán jön ugye a rádiószpot, és a végén még egy erős tévékampány, ha van még egy. Zseniális, áprilisban. Na jó, Csabikám, jó munkát neked. Jó? Mindenről beszéltetek, amiről beszélni kell? Maradt holnap. Hát egy csomó minden maradt, mert az három hét alatt sok minden történik, de sok témánk volt, igen. Mert arra kíváncsi ennek, és ezt pont nem hallottam, hogy a Gánzról mi a véleményetek, de ezt majd holnap fejtsétek ki, jó? A Gánzról csak egyetlen sztori, hogy miért Axl Rose a legnagyobb király. Mert ugye elvileg újra összeállt a Guns N' Roses, és aztán majd tovább beszélünk róla többet, és a Jimmy Fallon vagy Jimmy Kimmel meghívta őket, hogy jelentsék be közösen az ő műsorukban, és Axl egy nappal a felvétel előtt lemondta az. Igaz. Jó, de hát ismerve őt, ez már benne volt a pakliban. És ott ült a Slash egyedül, és igen, elmondta, hogy valószínű összeállunk, de kérdezzék meg erről Axl Rose-t is, mert nem tudom, hogy most valójában igen, az összeállunk. Nem az összeállás mondta le, csak magát a tévéműsort. Igen, lemondta, bejelentették volna ott közösen fél Amerikának a gyerekek, összeállt a Guns N' Roses is, mert kirakták a régi logót, már igen, elvileg ugye voltak utalások. Axl egy nappal, hogy nem, lemondta a tévéfelvétel. De puhul, mert lemondta. Tehát nem egyszerűen nem ment el aznap, mert az lett volna a korrekt, ugye? Ha nincs korrekt, az lett volna megszállott. Vagy megszokott. Igen, az lesz. Érted, hogy nem megy be, de így egy nappal, amíg oda is szól. Szegény lesz, hogy hányaszor cumizza ezt be, de tényleg, hogy Axl megváltozik, és most újra összeállnak, és ott ül majd nem tudom, valahol Johannesburgban egy koncerten, 4 órája az öltözőben, Axl nem hajlandó kijönni, mert fekszik az oxigénsátor. És éjjel fél egy van, tudod? Idén ilyen nem lesz. Hát ha összeállnak, arra el kell menni, gyerekek. Akárhol is van. Akárhol is van, azért azt meg kell nézni. Na és jó. Hát ugye a pletyka az, hogy esetleg a Skid Row Sebastian Bachkal lesz az előzenekar. Mint, hát az se lenne rossz. Mint régen. Régen a Skid Row volt az előzenekar. Ami engem egy kicsit jobban is érdekelne, mint a Guns, megmondom a frankót. Az erős, úgy igen. Jól van, Csabi, jön a kívánság műsorra, 555-55-00 a telefonszám, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.